Szép jó estét mindenkinek! Nagyon köszönöm, hogy mindenki itt van. Ez itt a Kétfarkú Kutya Népfőiskola, Minden Kutyás Egyeteme. Az úr 2024. évében, március 7-én csütörtökön, és itt vagyunk a nyitott műhelyben. Nagyon örülünk, hogy itt mindig befogadnak minket, és megtarthatjuk ezeket az előadásokat. Én Juhász Veronika vagyok, és ma propagandáról, álhírekről, dezinformációról lesz szó. Mielőtt elkezdjük, szeretném megkérdezni, hogy oké-e mindenkinek, hogyha tegeződünk. Mindenki bólogatott, vagy nem mindenki? Megjegyezzük, hogy fantasztikus. Aki nem, öt megjegyezzük, és akkor öt külön. Mert aki nem, akkor mutatom, hogy mert az nem vicceltem. Szóval, hogy köszi szépen, akkor tegeződünk. Én azt szeretném még kérdezni, hogy ki az, aki még nem volt Kétfarkú Kutya Népfőiskolán, hogy felteszi a kezét, az a... Wow! Akkor külön köszöntjük az újoncokat. Remélem, hogy jó nagy elvárásokkal várjátok a mai előadást. Természetesen, ahogyan az lenni szokott, először majd így a fogalmakat tisztázzuk, hogy mégis mit értünk álhírek, dezinformáció, propaganda alatt, amellett, hogy nyilván azért mindenkinek van valamilyen elképzelése arról, így a mindennapi életünkben valószínűleg elég sok érzelmet kiváltó dolog az, hogy propaganda, de hogy egy kicsit most ezt így ízekre szedjük, hogy pontosan mi ez, és nem csak, hogy megismerkedünk vele, hanem arról is hallunk majd, hogy milyen nemzetközi gyakorlatok vannak arra, hogy hogyan üti fel a fejét a propaganda, illetve hogyan lehet védekezni ellene. És itt Magyarországon és magyarországi példákon is meg fogjuk ezt nézni. És szeretnénk segíteni egy kicsit mindenkinek abban, aki vagy magánszemélyként, állampolgárként találkozik ezzel a jelenséggel, és hogy esetleg ezeket a heves érzelmeket egy kicsit csillapítani tudjuk azzal, hogy értjük, hogy mi történik, és mit akarnak velünk tulajdonképpen csinálni. A másik pedig, hogyha bárki politikai pályára tévedne, vagy szándékoznak politikai pályára lépni, amire szintén biztatjuk a magyar állampolgárokat, mert azt gondoljuk mi a Kutyapártban, hogyha minél többen foglalkoznak a politikával, akkor valószínűleg annál jobb lesz itt ez a hely, jobb lesz itt élni, hogy nektek is, ezeknek az embereknek is szeretnénk tanácsokkal szolgálni. Nem én fogom ezt szerencsétekre előadni, hanem Kubatovics Áron, kommunikációs szakember, akinek most át is engedem akkor a terepet, és mindenkinek nagyon hasznos szórakozást kívánok. Magamról csak annyit, hogy én alapvetően kommunikációval foglalkozom, én nem vagyok ennek a témának a szakértője, de ez a szerencséje a Népfőiskolának, mert ide olyanok is jöhetnek, akik nem szakértői. Tehát én mondjuk nem vagyok kutatója, nem tudom, a Political Capitalnek. De hát annyira, tehát iszonyúan zavar az, ami történik, Magyarországon is, meg mindenütt, úgyhogy elég sokat olvasom ebbe a témába, és ezért van az, hogy tulajdonképpen szívesen vállaltam a Veronikának a felkérését, hogy adjak elő ebben a témában. Remélem, hogy fogok tudni mondani újakat, meg izgalmasakat, meg érdekeseket, és a végén nyilván és természetesen kérdezzetek, és akkor megpróbálok rá választ adni. Megjöttek előzetesen is kérdéseket, meglátjuk, hogy abban mennyire leszek adekvát. Nem vagyok például pszichológus, mert jöttek ilyen kérdések is. És hogyha bármikor kérdés van, én nyugodtan azt mondom, hogy kérdezzetek közbe. Tehát nem feltétlenül ez a frontális előadás, az nyugodtan állítsátok meg, és kérdezzetek valamit, hogyha valami nem világos, vagy mondjak még további példákat. Szóval, és akkor ezt így kicsit arrébb rakom. Szóval a dezinformációval kezdünk. Ami hát elég egyszerű, mert tulajdonképpen az egy tudatos félretájékoztatást jelent, hazugságot jelent. Itt ez azt jelenti, hogy emberek vannak, akik ezt kitalálják, véghez viszik, orkesztrálják, tehát levezénylik, sok ember dolgozik alá. Ezt hívjuk dezinformációnak. És szerintem hát valószínűleg egyidős az emberiséggel, vagy legalábbis a nagy kultúrák megjelenésével, mert amióta a világ, akár a háborúkban, tehát volt dezinformáció, a megtévesztés az mindig is a lényege volt már a korai kultúráknak is, tehát ha ahol háborúztak, ott ilyen volt. Lehet, hogy nem pont így hívták, vagy a mi fogalmaink szerint lehet, hogy nem dezinformációnak kell hívni, de a kor technikai színvonalán ez az volt, és ilyen értelemben folynak is kutatások, tehát például a Holland Leiden Egyetemen van egy olyan kutatás, ami azt vizsgálja, hogy
a Konstantin idejéből azt vizsgálják a kutatók, hogy amikor megjelennek a dokumentumok, akkor ezekben a dokumentumokban a kereszténység és a keresztényeknek az ábrázolása az hogy változott verzióról verzióra, ami már azért az átkeretezésnek és a dezinformációnak egy ilyen korai megjelenése, de ugyanúgy vizsgálják például azt, hogy a római szenátusban valamikor, azt nem találtam meg, hogy mikor felolvasták Antoniusnak a hivatalos végrendeletét, és hát ott elég csúnya dolgokat mondtak róla, nyilván az se segített, hogy a Kleopátra az nem volt római, és a teljes végrendelet az hazugság volt. Tehát ilyen dezinformációs technikák azok már annak idején is voltak. Vagy például ugye megjelentek a pénzérmék időszámolásunk között a 7. században körülbelül az Anatólia környékén, de az időszámolásunk 4. századtól a császárok azok rendszeresen olyan pénzeket vertek, ahol üzeneteket raktak rá a pénzérmékre. Ezen a pénzérmén például az van, hogy ez útják ezt a pénzérmét, hogy bukott lovas pénzérme, feltemp reparáció, ez van ráírva, és a boldog idők visszahozataláról szól ez a pénzérme, és nyilván az erényes császár leszúr egy lovast. Biztos, hogy propaganda, nem biztos, hogy dezinformáció, de propagandának tuti az volt, és szóval, hogy ez mindig is volt az emberiség, szerintem az emberiség történetében. Én alapvetően háromféle dezinformációt tudok megkülönböztetni, a politikai célú, az üzleti célú, meg a katonai érdeket szolgáló dezinformációt, de hát lehet, hogy lehetne ezt még tovább bontani. Már beszéltem a propagandáról, az nem pont ugyanaz, mint a dezinformáció. A propaganda, az nyilván az is tudatos félretájékoztatás, azt is valaki szervezi, de az esetek döntő többségében nem direkt hazugságokat találnak ki, hanem hát megfelelő módon rakják egymás mellé a jobb esetben tényeket, és azt úgy variálják, hogy az tulajdonképpen elérje a propagandisztikus hatását. És akkor itt hoznék be egy olyan fogalmat, amit keretezésnek, vagy frame-nek, frémelésnek hívnak, mert hogy minden attól függ, hogy mit, hogyan, honnan nézünk. Ugye a frémelés, tehát lehet úgy keretezni, hogy az emberek 90%-át meg tudjuk menteni a betegségtől, de ugyanazt lehet mondani, hogy az emberek 10%-a biztos megbetegszik. Ez a keretezésnek a lényege. Nem mondunk tulajdonképpen hazugságot, de azért érezzük, hogy a kettő nem ugyanaz, és mások a hatásai, de ezt ugyanúgy meg kell tervezni. A propaganda az aztán biztos, hogy egyidős velünk, amióta itt emberiség van. De hát ugyanez a Novák Katalinnal. Ugye az egyik oldal azt mondja, hogy lemondott, mert nem tehetett mást. A másik oldal, nevezzük nevén a Megafon például, rögtön, tehát talán a harmadik napon már ilyen 10 milliós nagyságrendbe költöttek arra pénzt a Facebookon, hogy jobb oldalon lám van következménye a dolgoknak, míg a bal oldalon még következményük sincsen, ami persze nem igaz, egyébként nem igaz, hiszen lehetne sorolni, hogy 2010 előtti világban hányszor volt következménye akkor is. Nekem például eszembe jut egy környezetvédelmi miniszter, aki eléhajtott egy úton, és ott valaki meghalt. Szóval, hogy azért voltak ilyenek. De voltak 2010 előtt is az MSZP-SZDSZ kormányban is voltak ilyenek. Tehát, hogy a propaganda az csúsztat, úgy rendezi a tényeket egymás mellé, hogy az tetszetős legyen. Ennek a finomabb módozata tulajdonképpen az átkeretezés, vagy hát a framing. És ide beraktam egy képet, keresgettem, hogy mi lehet talán a legkorábbi szimbolikus esemény az átkeretezésnek. Ő itt Nagy Sándor, aki éppen a Gordiuszi csomót átvágja. Ez egy szimbolikus lépés annak, hogy hogyan lehet átkeretezni egy problémát. Tehát szembe is ülünk valamivel, politikus szembesül valamivel, nézek itt a Veronikára, és teljesen átkeretezi, mert máshogy próbálja a maga érdekében, nem a kutyapárt mindig az igazat mond, de más politikusoknál a maga érdekében próbálja a tényeket rendezni. Ezt a példát azt hiszem mindenki ismeri a propagandára, de erre majd külön, vagy erről azért külön, még a magyarországi eseteknél fogok hozni. Azt hiszem, mert ezt mindenki ismeri, ezt a fajta magyar propagandát, ahol a Kesma alával rendezve körülbelül 490 sajtótermék, online-offline sajtótermék, és hogyha az az érdeke az állami propaganda médiának, akkor az egy húron ugyanazt fogja mondani, tökéletesen meg
megrendezve, idegen szóval orkesztrálva, ez csak egy gyors példa erre. És akkor van a fake news. Hát, és akkor itt kezd egy kicsit nem teljesen egyértelmű lenni, mert nyilván a politikusok is, az influencerek is, az újságírók is, mindenki elkezdi ezeket a fogalmakat keverni. Én egyébként a fake news-ot egyszerűen csak hamis hírnek mondom, ezt én azt hiszem, hogy a magyar nyelv ismeri, ezt kacsának hívjuk, legalábbis én, amikor a 90-es években gyerek voltam, volt Kacsa magazin, akkor ezt megtanultam, hogy az, ami a kacsa, az ami nem igaz, és nem feltétlenül azért, mert direkt hazugságot terjesztenek, hanem mert elindul egy kacsa, egy hamis hír elindul. Szóval igen, ezt másképpen akár kacsának is lehetne hívni, és természetesen a fake newsot, szóval a fake newsot most már nagyon sok politikus meg influencer úgy használja, hogy direkt ártó címkeként, és ezért van az, hogy valaki fake newsnak hívja a propagandát, vagy a fake newsnak hívja a dezinformációt, de majd akkor, amikor megnézzük, hogy milyenek például az orosz dezinformációs műveletek, az azért érezzük, hogy az nagyon más, mint amikor fake newsozik Trump, vagy fake newsozik, nem tudom, valamelyik magyar miniszter mostanában, mert nem áll szóba a Telex újságíróival. De az biztos, hogy ha nagyon le akarnánk csupaszítani, akkor igazából a fake newsban abba alapvetően nem egy tudatos félretájékoztatás van. Én a fake news egyszerűen a hamis, hibás hírként szoktam gondolni, vagy úgy szoktam rá gondolni. És itt jön el az a pillanat, amikor még hosszan lehetne elemezni az egyes aleseteket. Erre direkt hozok néhány ilyen grafikont, mert nem csak ez a három van, hanem van még mik vannak itt például igen, itt például a hoax, vagy amikor pletyka van, vagy amikor egy szatirikus, ezt is ismerjük, a hírcsárda, szóval, hogy ezek, érezzük, hogy ezek nem pont ugyanazok a fogalmak, és lehetne tudományosan mindenféle köröket és metszeteket húzni, hogy akkor ezeket így ábrázoljuk, de azért én a fake newsnál azért mégiscsak azt gondolom, hogy tévedni emberi dolog, sőt, amikor a kommentelő hibás tényeket ír oda, ő nem fake news terjeszt, ő hibás tényeket ír oda. Ha nem tudjuk az ő szándékait, nem tudjuk azt, hogy ő a valamelyik félnek a fizetett vagy nem fizetett önkéntese, és kapott erről egy sillabuszt, hogy miket kommentel, szóval, hogyha ezt nem tudjuk, szíve joga mindenkinek hibás dolgokba hinnie, meg hibás hülyeségeket kommentelnie. Szóval én azt írtam ide, hogy tévedni, hát hülyeséget mondani emberi dolog, politikusi dolog, kommentelő dolog, kiegészítettem volna influencerrel, és csomó. Hát ezt nem tudjuk megítélni, igen. Ha rossz indulat, akkor már én inkább dezinformációnak hívom, vagy inkább propagandának hívom, ha nincs benne rossz indulat. Számtalan olyan eset van, amikor elindul egy hibás hír, elindul egy tévedés, és nem azért, mert a Telex direkt hazudik, hanem van úgy, hogy az újságíró is hibás dolgot ír le. Tehát ilyenek előfordulnak. Az a kérdés, hogy utána, ha kiderül, hogy nem volt igaz, akkor tud-e bocsánatot kérni, azt tudja elmondani, hogy igen, tévedtem, de az igazság viszont az. Hát mindig ez a kérdés. Akkor már kiderül a szándék. Nem tudjuk, hogy mi a szándék nagyon sok esetben. Úgyhogy ezért is dobálózunk címkékkel, ha velünk ellenkező kommentet olvasunk, amit a mi véleményünk ellenkező kommentet, akkor könnyű rásütni, hogy fake news terjed, vagy direkt rossz szándékkal akar befolyásolni. Én nekem mindig az az érzésem, hogy sokkal több nem ártó szándékú, de egyébként meggyőződéses valamilyen ember van a Facebookon, mint direkt ártani szándékozó. Tehát az átlag ember, akinek van unokája, vagy gyereke, vagy szülei, azok csak kommentelnek, értsétek jól, hát ész nélkül, de ezt majd finomítom, hogy mit éltek ez alatt. És akkor én behoztam még ilyen egyéb ilyen grafikonokat, ezek ilyen tudományos munkákból vannak, lehet itt vizsgálni ezeket. Én egy kicsit inkább egy ilyen szalagot képzelek el, aminek az egyik vége a szatirikus, hibás, direkt, vicces mém oldalak, és a másik végén van a dezinformáció, ami kifejezetten ártani akar, akár katonailag akar ártani.
miért veszélyes a dezinformáció? Miért beszélünk erről? Ez nyilván nagyon forró, nagyon felkapott téma lett 2016-17 óta. Hát hiszen mindig is volt narratíva alkotás, és akkor én behozok még egy fogalmat, hogy mi ez a narratíva. A narratíva az tulajdonképpen nem más, mint hogy az ember találkozik tényekkel, történésekkel az életben, vagy a saját környezetében, akár a saját családjában. Tehát történnek vele dolgok. És ezeket az eseményeket egy tudatos láncolatba próbálja. Egyszer az agyunk így működik, az emberek így működnek, hogy mindennek értelmet akarunk adni, valami valamiért biztosan történik, tehát minden következik valahonnan, és egy logikus láncolatba rakjuk össze. Na ez tulajdonképpen a narratíva. Amikor két politikus egymással vitatkozik, jó esetben egyik sem hazudik, hanem a saját narratíváját építi föl, a saját általa összeszedett információkat olyan logikus rendbe rendezi, ami az ő céljainak megfelel. Nem feltétlenül azért, mert ártani akar, ha nyilván mondjuk nyerni akar, de az egy teljesen legitim cél. Ezt jelenti a narratíva, és ez bármiről szólhat, egy jelenségről, egy világról, összeesküvésekről, bármiről szólhat a narratíva, de a saját családjainknak is van narratívája. Mi volt a nagyszüleinkkel a II. Világháború? Milyen volt az 56-os? Hogyan élte meg a család? Szóval a narratíva az egy nagyon-nagyon személyes dolog is lehet. És egy zárójelet hagynissak, amikor egy évvel, másfél évvel berobbant a ChatGPT, mindenki hallott róla, pont ez volt az, amire nagyon sokan fölkapták a fejüket, hogy a ChatGPT az narratívát alkot, ugye nem igazat mond mindig a ChatGPT, a ChatGPT az jól hangzó mondatokat mond, jó esetben igazakat, de azért ő nem, tehát az nem egy tényellenőrző, ő nagy adatbázis van mögötte, de nem feltétlenül az igazat mondja, de narratívát alkot. És azok a filozofusok, akik fölhívták a figyelmet, hogy ebből gond lehet, az pont arra hívják fel a figyelmet, hogy ez nem baj, hogy robotok segítenek abba, hogy ne kelljen mindig porszívózni otthon, mert van robotporszívó. De egészen más, amikor narratívát alkotnak a robotok, mert idáig ilyet csak az ember tudott, hogy logikus dolgokat, mesét fabuláljon. Tehát, hogy ez egy nagyon más minőség. Na, ez csak egy zárójel, tehát, hogy a narratíva az így kerül ide. Szóval a dezinformáció az azért veszélyes, ha már így a narratíra... Ja, igen. Itt egy kép a narratív alkotásról, ezt azt hiszem nem kell magyarázni. Szóval a narratíva az ott mindig az a kérdés, hogy ki uralja a narratívát. Mindenki uralni akarja. Nem olvasom föl, ami itt van, tényleg az influencerektől egészen az orosz trollfarmokig, vagy a kínai softpowerig mindenki narratívát akar uralni. A kínai softpowert egy kicsit magyarázom. A softpower az tehát a hatalmaknál sokféle módozata van, hogy befolyásolják a világot. A hard power nyilván azok az eszközök, amik mit tudom én, háború, az egy hard power eszköz, az nyilván nem megengedhető. A soft power az, amikor úgy akar befolyásolni az állam a saját képére és a saját céljainak megfelelően más, tehát a véleményeket, akkor fogalmazok így, hogy mondjuk intézményeket hoz létre, Goethe intézetek, vagy francia intézetek, vagy támogat alapítványokat, írókat, festőket, tehát hogy olyan eszközöket használ, ami teljesen legitim, ami nem árt, de hát nyilván megvannak minden hatalomnak a saját céljai. Ezt hívják soft powernek, ezért ezt ide raktam a végére. Megint csak úgy érzem, hogy ez egy ilyen, tehát az, hogy a narratívát hogyan uralja egy politikus, egy állam, bárki, egy cég, a cégnek is van narratívája, szóval, hogy az megint egy nagyon enyhétől egy nagyon durva skáláig mehet. Szóval a dezinformációnak, tehát miért veszélyes a dezinformáció? Mert következményei vannak a dezinformációnak. Egyrészt, hogy megváltozik az emberek médiába vetett bizalma, csökken nyilvánvalóan. Ez egyik legfontosabb célja annak, amikor dezinformációs műveletekbe kezdenek, nem tudom, politikai szereplők, államok, nagyhatalmak, tehát hogy tehát ez az egyik legfőbb, hogyha tehát az ember egy idő után, mivel annyira sokféle véleményt hall, és annyira sokszor hallja az egymásnak is ellentmondó véleményeket, hogy és nincs ideje az embernek ezeket szétszálaznia. Azért, mert gyereket nevel, mert
iskolába kell járni, mert dolgozni kell, mert beteg a nagymama. Tehát az emberek élete zajlik. Nem elvárható senkitől, hogy tényellenőrizze minden szembe jövő Facebook posztot. Túl sok azt mondja, elenged az egészet, és biztos mindenki hazudik. Tehát van egy ilyen hatása. Ide tartozik az is, hogy a dezinformáció nyilván manipulálni akar, és ez egy sokkal megfoghatatlanabb dolog, hogy mikor nevezünk valamit manipulálásnak, és mikor annak, hogy egyszer csak megváltozott a vélemény. Én nem vagyok szakértője ennek a témának sem, de hozok egy példát. Ha én vitatkozok valakivel, és én megváltoztatom a véleményemet, akkor most manipulált engem az a barátom, vagy sem? Vagy csak megváltoztattam a véleményemet, mert meggyőzött engem valamiről, feltéve, hogy engem bármiről meg lehet győzni, vannak olyan emberek, akik jobban, tehát akiket jobban meg lehet győzni valamiről, és vannak olyanok, akik soha nem lehet semmiről meggyőzni, de tegyük fel, hogy lehet. Akkor engem manipuláltak, vagy sem, de ha találkozom egy olyan barátommal, vagy ismerősömmel, akinél érzem, hogy manipulál, azt valahogy megérzem, hogy valahogy úgy ferdít, úgy sandán kommunikál velem, úgy beszél az én barátaimmal, vagy úgy próbálja az én környezetemet átfordítani. Szóval azért érezzük, hogy más az, amikor vitatkozom, és más az, amikor engem manipulálnak. Valahogy ez van akkor is, amikor intézményesült dezinformáció van, hogy egyszerűen elkezdik manipulálni a társadalmat. Nem azért, mert az emberek hülyék. Én ebben nem hiszek, de a társadalomnak a véleménye az igenis manipulálható, nem mindenki, nem rögtön, nem gyorsan, de lehet direkt változtatni a véleményt, és ugye érezzük, hogy ez egy nagyon ingoványos terep, hiszen a politikus is meg akarja változtatni a társadalom véleményét. A politikus is azt mondja, hogy én hiszek, nem tudom, abba, hogy több biciklis kell. A másik meg azt mondja, hogy nem, az életformánk az autó. Van két politikai szereplő, és ők nyilván vitatkoznak egymással is, és próbálnak hatni a szavazó bázisra is, és meg akarják győzni a szavazókat. Tehát, hogy hol van a határ a manipuláció, és hol van a politikai kommunikáció, hol van a propaganda, hol van a dezinformáció, érezzük, hogy ez nem annyira tisztán elválasztható. Erre vannak a tudósok, meg a kutatók, akik ezeket nyilván kutatják, és írnak fontos tanulmányokat erről. De, tehát a kettes pont az, hogy egyszerűen megváltoztatja, manipulálja a társadalmat. Ha az a hamis közösségélményt is tud adni a dezinformáció, hát például az egy erős élmény szerintem még nekünk Európából is, amikor azt látjuk, hogy megvezetett emberek, tehát legyünk jó hiszeműek, megvezetett emberek bemennek a Kapitóliumba, és elfoglalják azt, és fegyveres erőszakot alkalmaznak. Egyszerűen őnekik megvolt a saját közösségük, nem akarom kinyitni, hogy pontosan mi QAnonnak hívják, meg ennek vannak mindenféle egyéb leágazásai, borzasztó az egész, mármint az, amiben ők hisznek. Nem maguktól találták ki ezeket, a QAnon konkrétan megvan, hogy kitaláltak ki, megvan az első weboldal, tehát ezek így le vannak most már írva, tanulmányok szólnak arra, hogy ez hogy történt, és hogyan ment utána bele a mainstream médiába. A hamis közösségélmény az szintén nagyon veszélyes tud lenni. És hát nyilvánvalóan ezek mind-mind aláássák a demokratikus intézményekbe vetett bizalmat, az végeredményben a demokráciát ássa alá, tehát azt az államrezont, amiben élünk, vagy amiben azt gondoljuk, hogy még mindig a létező világok legjobbika, lehet élni máshogy is, de azért mi Európában mégiscsak azt képzeljük, hogy demokratikus államberendezkedés a legjobb államberendezkedés. És persze nyilván van rengeteg direkt hatása is a dezinformációnak, például a választásokat is lehet befolyásolni, és ezt nem fejtem ki jobban, hiszen erről beszéltünk, hol van ennek a határa, az erősen véleményes, de azért érezzük. A dezinformáció minden esetre azért sokkal veszélyesebb, mert nagyon nehéz ellene védekezni. Lassan 10 éve vannak tanulmányok, és most már van egy-két példa arra, hogy egyes államok hogyan védekeznek ellene, későbbiekben fogok hozni példákat, de nincs olyan egyetemleges 12 pontból álló megoldó kulcs, hogyha ezt megcsináljuk, akkor tutira, akkor védve leszünk a dezinformáció ellen. Ez egy állandó küzdelem, kedves miniszterelnökünk szavaival ez egy állandó harc, szóval és soha nem lehet nyerésre állni. Ennek egyik eszköze egyébként a deepfake, a dezinformációnak, és akkor rámegyünk néhány példára. Nyilván mindenki ismeri a fogalmat, de azért én idehozom, ez az, amikor videóra átrakják
tehát hogy leginkább a testére egy másik ember arcát rárakják, és az eléggé élethű most már. Ez korábban nem így volt, 18-19-ben még én magam is kísérletezgettem ilyen videókat létrehozni, az messziről látszolott, hogy az nem működik. Ma már annyira fejlettek ezek a technológiák, hogy gyakorlatilag észrevehetetlen. Úgy lehet észrevenni, hogy azt mondja hogy hívják ezt a country énekesnőt, ezt a nagyon híres amerikai country énekesnőt, akinek most a fejét odarakták ilyen videókra. Na mindegy, hogy ő szól, a saját ügynöksége szól, hogy ez nem igaz az a videó, ami rajta vagyok. Tehát, hogy nagyjából így lehet ezeket észrevenni, de ennek nyilván van pozitív része is. Ide hoztam egyet, ez a Welcome to Chechnya című film. Ezeket volt... Taylor Swift, köszi, igen, Taylor Swiftnál volt ez. Szóval ide hoztam egy filmet, például a Welcome to Chechnya, Isten hozott Csecsenföldön, ez egy Magyarországon is bemutatták, azt hiszem eléggé szórványosan, de itthon is lehetett nézni, de meg lehet nézni az online térbe. Itt orosz non-profit szervezetek Csecsenföldről mentenek ki meleg és LMBTQ embereket, azért, mert Csecsenföldön konkrétan hajtóvadászat zajlik ellenük. És ugye Csecsenföld is Oroszországban van, de mégis orosz civil szervezetek dolgoznak azon, hogy ezeket az embereket onnan kimentsék, Moszkvába, vagy aztán Nyugat-Európában, leginkább a balti államokba mentették őket. Ez egy dokumentumfilm, és csak a legvégén derül ki, hogy a dokumentumfilmben mindenkinek az arca meg van változtatva, hogy később se vegyék, tehát később se ismerje föl senki, hogy akiről szólt, és ott igazi felvételek vannak, annak valóban hogy néz ki az arca. Tehát ez egy pozitív példa, hogy egyébként nyilván vannak ennek nagyon szűk olyan felhasználása, amikor pozitív ez a deepfake. Halott színészek, ez tipikus ilyen példa, Hollywood is használja ezt, hogyha ha mondjuk elhunyt a színész, és akarjuk, hogy a filmvásznon lássuk. Elég szűk ez a mesdje őszintén szólva, tehát kevés, tehát a mindennap életünkben a deepfake-nek a jóságát én még mondjuk ezt a kettő példát tudtam hozni őszintén szólva. A negatívot, ezt rengetegét ismerünk. Van egy másik, amit szándékosan ide hoztam, mert ugye ez kevésbé ismert, viszont ezt shallowfake-nek hívják, vagy másképpen cheapfake. Ez tulajdonképpen ugyanaz, tehát hamisított videókat, hamisított képeket jelent, csak nagyon könnyű megcsinálni, nagyon olcsó megcsinálni, mert nem cél, hogy profi minőségű legyen, mert hogy akkor is működik. Ennek tipikus esete, ez most nem indítom el a YouTube videót, ez Nancy Pelosi, ő egy demokrata, szenátor volt, és talán alelnök is, mondjátok, hogyha nem, de azt hiszem alelnök is volt. Kongresszusi jelölnek, köszönöm. Igen, és ő vele történt az, hogy fogtak egy videóját, ahol ő beszél, semmi más nem csináltak, lelassították a videót, és egy picit a hangját, egy sima Audacity nevű program, ez egy ingyenes program, semmi különös nem kell hozzá, kicsit még a hangfrekvenciát kicsit módosították. És egy-egyben úgy nézett ki, én megnéztem a videót, tényleg, mintha részeg lenne. Tehát, hogy félelmetes volt, tulajdonképpen nem mondtam meg azt, hogy nem részeg. Ehhez tényleg nem kell semmi. Le kellett kicsit lassítani a videó felvételt, ezért hívják a shallowfake-nek. Ebből ugye mi következik? Sokkal szélesebb körnek hozzáférhető, bárki meg tudja csinálni, és nem számít, hogy vannak olyanok, akik kiszúrják. Tehát tényleg nem számít, mert a hatását ugyanúgy eléri, rengeteg ember úgy osztogatja a képeket, videókat, hogy nem, ugye a telefonon eleve kisebb a kép, nem annyira jól látjuk, hogy pixeles vagy nem pixeles, szétesik a kép, ezért nem számít. Tehát értitek a cost-benefit oldalon, tehát hogy mennyibe kerül létrehozni, és ahhoz képest milyen jó a hatása, idézőjelben milyen jó hatása, sokkal jobb, mint a deepfake, nem kell iszonyú jó technológia, elég a shallowfake is. Mert hogy ez is működik. Ilyen az Arma 3, itt is van egy videó, igen, valószínűleg majd ezeket mondjuk kirakom az eseményhez, ezeket a linkeket, hogyha ha vissza akarjátok nézni. Az Arma 3 az egy cseh csapatnak a számítógépes játéka, és itt látszódik a baloldali képe, itt nem annyira jól látszódik, de azért valamennyire igen, hogy hát látjátok, nincs árnyék a tank alatt, szóval ez látszódik, hogy azért ez nem egy nagyon kifinomult grafika. Ez egy számítógépes játék, nem tudom, csapatokat lehet benne irányítani, szóval ez egy háborús játék. Oké, de mi van akkor, hogyha csak annyit csinál egy aktivista, egy orosz aktivista, hogy a kamerát kicsit megmozgatja, sokkal roncsoltabbá teszi a képet, és a hangot is eltorzítja, semmi más nem kell. Ez nem túlzok, körülbelül 30 kattintás adó premierben.
és utána renderelni kell fél órát annak a videónak, és utána kirakja. És úgy osztogatták, hogy lám-lám, hogy lövik ki a, nem tudom, a most kapott NATO tankokat, az oroszok, lám, semmit nem ér, lám az orosz fölény, stb. Ezt a videót konkrétan a cseh számítógépes játékot gyártó cég rakta ki, hogy légy cíj, kedves felhasználók, ne használjátok fel a videóinkat arra, hogy shallow-fake videókat készítetek, és egyébként bárki, aki nézi, azt nézzétek, hogyha ott fel van sorolva, ha mozog a kamera, ha nem látszódnak karakterek a videón, ha béna a hang, vagy egyáltalán nincs hang, ha elmosódott minden, akkor gyanakodjatok, hogy nem igazi a felvétel, és még hosszan magyarázza maga a cseh cég, hogy hogyan lehet észrevenni, hogy az ő videójukat esetleg manipulálták. Szóval iszonyú veszélyes, mert nagyon könnyű, tele van vele a net, és még csak azt sem mondanám, hogy ezt csak az oroszok csinálják. Nyilván egy háború, amióta a világ mindig a megtévesztésen, a megtévesztés az egyik fontos stratégiai lépése minden félnek, ez sajnos van. Igen. De amikor terjesztik a dezinformációt, akkor így mondják, hogy botok terjesztik, meg fake accountok, tehát hamis accountok, hogy az account a fiók. Tehát hamis accountok terjesztik, de ez tulajdonképpen mit is jelent a valóságban? A bot az nem más, az a robot nevű szóból rövidül. Ezek tulajdonképpen számítógépes programok. Okos, ügyes és jól megfizetett emberek azt programozzák le, hogy na, itt van 100 darab fake account, ez csinálja azt, hogy magyar nyelven, a magyar Facebookon kezdjék el egymást beixelni, beismerőzni, osszanak meg virágos fotókat, köszöntsék föl egymást, következő fél évben születésnapokat, ezeket leprogramozzák szépen, és kialakul, hogy egy fél év után 100 olyan fake account lesz, ami úgy néz ki, hát magyar nevük van, egymást ismerik, vannak ismerőseik, gyönyörű, virágos gifeket osztanak meg, szóval úgy néz ki, mintha igaz lenne. Ezt nem feltétlenül emberek hozzák létre, botok hozzák létre, tehát ezek le vannak programozva. Csak erőforrás kérdése, hogy pontosan mit programoznak le. Tehát, hogy bármit le lehet most már programozni, az a kérdés, hogy talál-e rá embert, programozó embert, és van-e rá pénze. De honnan jönnek ezek az accountok? Hát netes piacszerekről. Szándékosan kiblőröztem, hogy egészen pontosan honnan, de még csak nem is a dark webről. Tehát nem kell dark webre, tehát egy titkosabb helyre elmenni. Ezek fönn vannak, $1, $0.5, százasával, 200-asával, 500-asával lehet vásárolni. Facebook, Twitter, Reddit, YouTube, bármit, tehát tényleg bármit lehet. Az ember elutalja Monero-ban, az egy kriptovaluta, és kész, lenyomozhatatlan az egész, és van neki annyi fake accountja, amennyit csak akar, tehát hogy egyszer erre van egy másodlagos iparág, hogy ilyet honnan kell szerezni, de beraktam ide egy másik képet, innen is kiblőröztem, amit csak tudtam, nem csak accountokat lehet vásárolni, oldalakat lehet vásárolni, YouTube csatornákat lehet vásárolni, $3000, $5000, $10000 olyan YouTube csatornákat, amik föl vannak építve, Facebook oldalakat is, Twitter oldalakat is. Igen, nyilván akkor, amikor lenyúlnak Facebook profilokat, lenyúlnak oldalakat, lenyúlnak magyar YouTube csatornákat, ezért nyúlják le, nem azért, mert ő tovább akarja folytatni, és ő is folytatni akarja videók kirakásával, nem, azért, mert utána árulják, és mondom, nem a dark webben, tehát ilyeneket bárhol lehet venni gyakorlatilag. Nem akarok tippeket adni, de azért, aki Google-ben keres, az előbb-utóbb meg is fogja találni, és nem olyan bonyolult kriptovalutában fizetni. De mondok ennél durvábbat, igazából van ultimate megoldás is, ezt csak így raktam ide, van olyan program, tehát effektíve Windowsra letölthető, megvásárolható program, ami azt csinálja, hogy az ember azt mondja, hogy de ez a program nyilván nem $100 kerül, ez több ezer dollárba kerül, de megvehető, ez a program azt csinálja, hogy kiadja neki a felhasználója, hogy akkor én kérek 500 darab Facebook accountot két héten belül, és ez a program szép, lassan legenerálja. Tehát, hogy vagy kérek Twitter accountokat, vagy kérek Thread accountokat, vagy Facebook oldalakat, bármit. Ez nem a dark webben árulják ezt a programot, ez ugyanúgy ott van ez a program, ugyanúgy meg lehet vásárolni, bárki megveheti, PayPalon lehet fizetni, nem is kell kriptovalutába fizetni, tehát bankkártyával is lehet. Supportjuk van, tehát hogyha nekem nem működik az én Windowsomon valami miatt, akkor ők meg fogják mondani a supporton keresztül, hogy miért nem működik az oldal. Tehát, hogy tehát tényleg
tényleg nagyon, nagyon, nagyon súlyosan könnyű manapság tulajdonképpen dezinformációs hálózatokat fölállítani bárkinek, nem csak Prigozsinnak, hogy majd három szlájddal előre szaladjak. Ja, sőt, olyannyira könnyű, hogy találtam, vagy hát ismerek olyan amerikai céget, meg angol céget, ezek igazi cégek, cégjegyzékszámmal, ügyvezetővel, mindennel, aki azt mondja, hogy egy dolgot nem árulnak, fake accountokat nem árulnak. Minden más szolgáltatásokat viszont lehet tőlük venni. Lehet az, hogy mennyi like jöjjön rá egy adott oldalra, mennyi követő legyen, hogy a következő egy hónapban minden posztjukat továbbosszák több százan, hogy minden posztjuk alá előre megadott ChatGPT által generált szövegeket oda kommenteljenek. Tehát, hogy egy ilyen, értitek, ez ilyen közösségi média turbózó oldal, és hát tulajdonképpen mit tudom én, hogy sérti az amerikai Egyesült Államok törvényeit? Nem tudom. Lehet, hogy a Twitterét igen, tehát a Twitter saját felhasználói papírját sérti. Hát legfeljebb a Twitter letiltja azt, aki megvásárolt ezeket a szolgáltatásokat, nem a céget. Ezek létező cégek, létező ügyvezetővel és IT csapattal. Tehát, hogy azért, igen, szóval, hogy troll farmja és dezinformációs fake account farmja legyen az embernek, azt meg lehet oldani, hogyha valaki akarja. Magyarországon is. Mikor indultak el az álhíretnek a széleskörű megjelenése? Ezt mindenki 2016-ra mondja, amikor szóval akkor ment be az Amerikai Egyesült Államok választása után a szélesebb értelme vett közvéleménybe, hogy hát biztos manipulálták az akkori választásokat. El is indult ott egy elég sok kutatás, kongresszusi meghallgatás is zajlott. Ide behozok direkt két idézetet, ez a CNN gyűjtésből van, két magyar kutatónak a fordítása egyébként. Nem olvasom föl, az a lényeg, hogy egy év alatt onnan a kongresszusi meghallgatás eljutott, onnan, hogy itt ez komoly probléma volt, eljutott odáig, hogy hát tulajdonképpen nem bizonyítható semmi, és a 2016-os Amerikai Egyesült Államok elnökválasztásáról most már azt lehet mondani, hogy lehet, hogy befolyásolta az orosz dezinformációs politika, de nincs nagyon bebizonyítva, és ha befolyásolta, sem túl nagy mértékben. Tehát körülbelül ez most a tudományos konszenzus. Rengeteg tanulmány született, itt ez egy idősoros grafikon, a fönti csak gyorsan elmagyarázom, az egy évet mutat az Amerikai Egyesült Államokban az elnökválasztás napjáig, az a kiugró, ez a kiugró itt, ez a választás napja, és ezek azok a Twitter, tehát azt mutatja, hogy hány olyan Twitter bejegyzés volt, ami hamis volt, vagy dezinformációs Twitter bejegyzés volt. Tehát most már ilyen szinten vizsgálták és kikutatták a kutatók, de mindenütt az a megállapítás, hogy igazából nem nagyon bizonyítható, hogy mennyit változtatott. Az biztos, hogy azon azért változtatott, hogy egyrészt rögtön jött ennek ellenreakciója Amerikába, egy bizonyos Propornat nevű szervezet. Néhány amerikai fickó összeállt, és ők rászántak egy fél évet arra, hogy próbáljanak küzdeni az Amerikában megjelenő dezinformációk ellen. Ők elég hamar megállapították, hogy ezek hogy működnek. A weboldalok működik még, de 2017 óta nem frissült. Néhány tanulmányt, egy riportot, tehát jelentést kiadtak, és kb. 200 darabos listát is összeszerkesztettek, hogy mik azok az amerikai honlapok, amik a dezinformációs narratívákat terjesztették ott 2016-17 környékén. És azóta 2020-ban is, nyilván idén is, tehát mindenki árgus szemekkel figyeli például az amerikai választásokat, hogy vajon a külföldi dezinformációs hatások azok milyenek, hogy működnek, milyen felületeken. 2020-ban én úgy emlékszem, hogy a Twitter az már komolyabb erőfeszítéseket tett ellene, idén nem fog. Tehát, hogy ezt már lehet tudni, hogy nem fog. Ugye az Elon Musk, aki megvásárolta a Twittert kalandos körülmények között, végül is így, hogy rajta ragadt a Twitter, úgy döntött, hogy ezt kinyitja, és ő nem fogja a sajtószabadságot korlátozni, azzal se, hogy a dezinformációs narratívák ellen harcoljon. Hát, majd meglátjuk, hogy ennek mi lesz a hatása.
nem csak a, igen, a, kezdem a könnyebb, idézőjelben a könnyebbel, mielőtt az oroszra rátérnék, mert nyilván az a leghíresebb Magyarországon is. Kínai dezinformáció is van. Leginkább belső dezinformáció ez. Nagyon szofisztikált szoftvereket, applikációkat működtetnek házon belül. Az ismert, hogy, hogy komoly fal, kínai fal van húzva, tehát hogy a kínaiak nem férnek hozzá Facebookhoz, Twitterhez, ez egy csomó, ez ismert, de az már kevésbé, hogy kifejezetten olyan, tehát olyan szoftvereket, olyan közösségi szoftvereket használnak, ami tulajdonképpen egy szoftverbe letölti az ember a telefonjára. Én voltam Kínában, ugyanez volt, tehát én nekem le kellett töltöm a WeChat-et, amiben csetelni lehet, social media felület, fizetni lehet vele, értékelni lehet, videókat lehet készíteni, tehát, mind, tehát egy vásárolni, marketplace, tehát tényleg egy applikáció, minden van, de ezek az applikációk többek között a dezinformációnak is a meleg ágya, hiszen ott a kínai állami kommunista párt nyomja a saját, hát attól függ, hogy nézzük, a saját narratíváját, a saját dezinformációját, a saját propagandáját, hát minden esetre egy párt rendszer van, szóval tolják, de van külön applikáció, ez a bizonyos Xixi Changguo, azaz tanulj Kína felemelkedéséért, és ez konkrétan az első titkár, azt hiszem Xi Jinpingnek az első titkár, olyan, mint Kádár János volt, szóval az ő neki a gondolatait közvetíti, és hogyha minden nap az ember elolvassa, leokézza, akkor kap szépen social creditet, és örülnek neki. Ha viszont kiderül, hogy valami olyan programot tört le, amit nem szabad, vagy elolvas valami olyan cikket, akkor ez a program, mivel kémprogram is nyilván jelenti a pártnak, ez egy elég szofisztikált program. Egy időben a legtöbbet letöltött kínai program volt házon belül, mármint, hogy kínai, tehát belföldön. De nyilván van kínai, ja igen, így néz ki. Kerestem róla, nem volt könnyű, kerestem róla egy képet. Szóval míg Oroszország rövid távú játékos, Kína inkább hosszú távra gyúr, mert inkább ők belsőre, és persze van kínai, de az nem olyan erőteljes, mint amit például az oroszoknál tapasztaltunk. A tajvani választásokkor még a kínai egyetemisták is becsatlakoznak mindenféle kínai programokra, egyetemi programokra, akkor megengedik nekik, hogy a Facebookot megnyissák, tehát hogy akkor kifejezetten szkennelik a tajvani oldalakat, csoportokat, szóval, hogy, és nyilván befolyásolni akarják őket. Kiderült, ez nem mostani sztori, ez ilyen 2010-es évek legvége, hogy például egy amerikai tech milliómos gurunak kikiáltott fickó valójában egy kínai dezinformációs hálózatot rakott össze Amerikában, és nagyon-nagyon sok pénzből működtetett éveken keresztül. Ezt úgy kell elképzelni, hogy influencerek, Instagramon, Snapchaten, nem tudom, egy csomó ilyen felületen, hát nyilván Kínának tetsző üzeneteket fogalmaztak meg. Ugye érezzük már, hogy ez most vajon soft power, vagy dezinformáció? Ez olyan, mint amikor Goethe intézeteket alapítunk, vagy olyan, hogy nemtelen eszközzel próbáljuk befolyásolni az amerikai társadalmat. Én inkább az utóbbira mondom, de tehát, hogy ez egy kicsit más típusú dezinformáció, mint majd a következő lesz az orosz. De idehozok az iránit is, csak nagyon félve, és nem nagyon találni róla még túl sok mindent. Most indultak el az iráni dezinformációval kapcsolatban tanulmányok meg kutatások. Az kezd mindenki számára világos lenni, hogy a nagyon-nagyon sok konfliktus, ami mostanában fölíti a fejét, ott nagyon sok helyen az Iránnak a keze benne van, valamilyen formában. Izraelben, a Husziknál, Szíriában, egy csomó helyen. És most már lehet tudni, az egyiket ide is hoztam, ez az Emmenet Pasárgád, erről már voltak tanulmányok, tehát hogy vannak most már olyan dezinformációs Irán által fizetett vagy irányított csoportok, amik kifejezetten iráni narratívákat tolnak. Ugye mik az iráni narratívák? Hát nyilván olyan, ami izraelenes, amerikai ellenes, huszi barát, mit tudom, hát ezt el tudjuk képzelni. Tehát ilyenek most már vannak. Nem tudjuk még, hogy mennyire kiterjedtek, kik működtetik, milyen, mennyi pénz, szóval egy csomó minden nem lehet róla tudni, ezek most indultak el. Ne legyenek illúzióink, biztos, hogy vannak, és valószínűleg Magyarországon is van ilyen. A mértékét nem lehet tudni egyelőre. Az orosz trollgyárak a legismertebbek. Több orosz trollgyár van, de egyet lehet konkrétan tudni. Ez egy Szentpéterváron működött, ez az orosz trollgyár, illetve valószínűleg működik még mindig, csak mikor
a Prigozsin, hát Prigozsinnak vége lett, a hírek szerint valószínűleg más orosz oligarchák átvették a működtetését, túl sok friss információ nincs róla. Ez elég korán létrehozták már talán 2016 év elején, és 2016 év végén már tanulmányok megjelentek a működéséről. Onnan lehet tudni nagyjából, hogy működött, mert időről időre jön valaki, aki dolgozott ott, és kitálal a nemzetközi sajtónak, a Szabad Európának, mint az Oroszországban működő, a Szabad Európa orosz leányvállalatának például több ilyen cikkje is van. 2016-ban nyilván az amerikai befolyásolások miatt szervezték ezt össze, meg a krím miatt. És most már elég jól lehet tudni, hogy egészen pontosan hogy működik. Célja hármas volt, elbizonyítani a választókat a rendszerben, ugyanaz, amikről az elején beszéltünk. Az intézményekbe vezető bizalmat aláásni, és természetesen hát radikalizálni az embereket. Szerintem nekik az nem fájt, hogy 16-ban olyan túl sok hatása nem volt, de a radikalizálás, az, hogy polarizálódik egy társadalom, az biztos, hogy abban erőteljesen benne van a dezinformációnak a hatása. És az már nyereség. Hogy működött? Ja igen, 15-ben alapították. Hát szóval ez úgy működött, mint egy gyár. Az emberek, egyetemisták vagy fiatal emberek az átlagnál, az orosz átlagnál jobban kerestek, bementek reggel, konkrétan blokkoltak, leültek a gép elé, megkapták az aznapi penzumot 12 órán keresztül, és kommenteket kell írniuk. Azok, akik erről beszámoltak, bizonyos Szergej K. például, mondta, hogy rendkívül lélekülő az egész, és nyilván átfordult, tehát ugye nekik a saját lelküket is védeni kell, tehát igazából mentek a legdurább Putyin viccek a kávézó részlegbe, meg a konyha részlegbe, tehát hogy így senki nem hitte, mindenki átlátta, de hát csinálták, mert hát pénzt kerestek vele, meg és nyilván kiégnek benne egy idő után. Meg volt a napi penzum, külön csoportok voltak, valaki csak Amerikára fókuszál, mert ő tudott angolul, valaki valószínűleg magyar, vagy lengyel, vagy balti államok, tehát meg voltak a csoportok, meg voltak az, hogy mik a fő prioritások, itt vannak választások, ott vannak választások, tehát ez egy, mint egy gyár, úgy kell elképzelni. És igen, és nem csak... Ja igen, és hát álhíroldalakat kellett készíteni, YouTube videókat készíteni, Telegram csatornákat működtetni, TikTok videókat, szóval, hogy ez egy éveken keresztül rutinszerűen működő, ezernél több fővel működő gyár, és valószínűleg nem egy ilyen van Oroszországban, ezt az egyet ismerjük így konkrétan, megvan a címe, lehet tudni. Nem csak a Szergej K. nevű fiú az, aki kitálalt, hanem volt például egy finn újságírónő, ezt úgy hívják, hogy Jessica Áró, őről van szó, ő három részes cikksorozatot írt róla, szintén belső információk segítségével, és hát rögtön a finn orosz barát populista emberek nagyon csúnyán megtalálták őt. Úgy képzeljétek el, hogy mondjuk kapott telefonhívásokat, ahol fegyverropogást bejátszottak már, mint hogy nem MP3-ból, hanem igazi fegyvereket, és akkor azt mondták az újságírónak, hogy hát nyilván ez lesz a te sorsod. Elkezdték róla terjeszteni, hogy drogot árul, meg termel, meg büntetett előtte, meg nem tudom, a legdurvább fenyegetéseket kapta, nem Oroszországból, hanem finn orosz propagandistáktól. Csak a hölgy, hát ő vett egy nagy levegőt, és nem ijedt meg, és nekik ment ezeknek az orosz propagandistáknak. Felfüggesztetre ítélték őket, a médiacsatornát 40 ezer euróra ítélték el, szóval végül az újságírónő azt lehet mondani, hogy győzelmet aratott ezek két finn propagandista fölött, de hát évek mentek el rá, és nagyon komoly, nem csak munka volt ez, hanem nyilván lelki erő is kell egy ilyenhez. Na, hogy néz ki ez a szűkebb környezetünkben? Tehát sok tanulmány készül most már Magyarországon, mert a Political Capital rendszeresen foglalkozik ezzel, szerintem most már legalább 5 éve tanulmány szintjén és kutatók segítségével, és ezek a Political Capital által írt anyagok, akik itt hozzáférhetőek, kín vannak, elolvashatóak, nagyon izgalmasak. Ők például végeztek kutatást Magyarországra, illetve hát a V4 országokra, ahol azt találták, hogy persze itt is aktívak, és hát
egy példát hadd hozzak, ismerjük ezt, mert lehet, hogy találkoztunk vele, szóval Ukrajna nem állam, mint állam nem létezik, ezek a narratívák vannak, Ukrajna genocidiumot követett el, az ukrajnai kisebbségek ellen, Ukrajna egy színtársulat része, a NATO egy katonai bázist akart létrehozni a Fekete-tengerhez közel, ismerjük ezeket a narratívákat, ezeket kutatják, és ezekhez hasonlókat Magyarországon is, meg a V4 környezetében, és ezek így néznek ki, ez egy igazi Facebook oldal, hogy ez magyar ember csinálja meggyőződésből, vagy orosz propaganda oldal, nem lehet tudni, tele van ilyen, nem csak a Facebook, a magyar Telegram is, a magyar YouTube, most már a TikTok is, a TikTok az utóbbi egy-másfél évben nagyon fontos szereplője lett ennek, a TikTokon nem csak a gyerekek és a fiatalok vannak fönn, TikTokozik az 50 éves is, meg a 30 éves is, tehát a TikTok az megkerülhetetlen most már, zárója mindegy, igen. Úgyhogy a szürkék környezetükben ezek ugyanúgy megjelentek, és velünk élnek. Hogy lehet védekezni a dezinformáció ellen? Hát hozzak általánosságokban okosságokat, és aztán nézzük meg, hogy konkrétan egyes államok mit csinálnak. Hát nyilván médiatudatosságot kell növelni. Hát jó. Igen, az internet használat tudatosságát kell növelni. Nyilván képzésekkel, tréningekkel, előadásokkal, de hát... Persze, kellene csinálni checklistet, de hát az a checklist, tehát értitek azt, hogy végignézek egy Facebook posztot, vagy egy weboldalt, megnézem, hogy van annak impresszuma, van cég mögötte, van cégjegyzékszám, van felelős szerkesztője, van címe, utol lehet érni, tehát egy csomó mindent így meg lehetne nézni. Szerintem el fogunk oda jutni, hogy az összes orosz, vagy egyéb dezinformációs weboldalnak mindene szépen gyönyörűen ki lesz töltve, és GDPR adatkezelése is lesz. Tehát, hogy szerintem, tehát hogy azért mondom, hogy lehetne ilyen checklisteket létrehozni, kellene, rengeteget kellene képezni az embereket, mire figyeljenek, a közösségi felületek használatáról külön kéne képezni minden korosztályt. Az nem igaz az, hogy az a korosztály, aki már úgy nő föl, hogy az internet az élete része, hogy az, és azt mindenki ezt mondja, hogy készségszinten ismeri az internetet, és akkor ő már védve van, nincs védve. A mostani 16 évesek meg a 20 évesek sincsenek védve ellene. Attól, hogy ismeri a TikTok működését, az nem jelenti azt, hogy jobban védve van bármifajta dezinformációs behatás ellen. Tehát általánosságban azt tudom mondani, hogy hát igen, médiatudatosság, internethasználat, tréning, kellenek tényellenőrző műhelyek, vannak már. Kellenek nemzetközi szervezetek, vannak már, az EU-s szervezeteknek működniük kell, vannak már. Tehát ezek így elindultak, és pörögnek föl, ezek nem most indultak el, az elmúlt évek során ezek komoly intézményi hálózat kialakult. Azt lehet mondani, hogy négyféle szerveződés kell nemzetközi szervezet, kell non-profit média műhelyek, kell állami példa arra, hogy az államok hogyan védekeznek. Erre hozok majd konkrét példákat, meg kellnek önkéntes szerveződések is. Körülbelül ez a négyféle lehet, hogy hogyan lehet a dezinformációk ellen, és akkor se leszünk védettek, és nincs az, hogy 5 év alatt megoldjuk, és akkor kipipáltuk egy életre, sajnos. Valószínűleg ez olyan, amivel örökké foglalkozni kell valószínűleg egy társadalomnak. Direkt behozom a lakmuszt, valószínűleg mindenki ismeri, vagy ha nem, akkor ismerjétek meg, és behozom egy sokkal régebbit, idén 20 éves egyébként az urbanlegends.hu, elképesztő munkát végeztek az urbanlegends.hu-nál a Marinov Ivánék az elmúlt 20 évben, szóval nagyon fontos munkát végeznek a lakmusszal együtt. De direkt akarok hozni olyant, hogy állam mit csinálhat konkrétan, mert engem mindig az zavar az összes ilyen dologban, hogy jó, hát akkor képezni kell az embereket, meg médiatudatosság. Oké, de hogyan? A svéd állam azt csinálta, és ilyen ömleszve mondok, hogy miket csináltak, nem tudom a pontos sorrend, ezeket nem néztem meg. Egyrészt nyilván, tehát maga az állam foglalkozik ezzel, ezt képzeljük el Magyarországon, hogy a magyar állam azért ezzel foglalkozik, ezt csak egy picit ezt ide teszem. Igen, tehát jó, mindesetre a svéd állam ezzel foglalkozik. Egyrészt Facebook hotline-t indít, ahol azonnal lehet jelenteni az államnak, hogyha valami kamut találnak. A Facebookkal megállapodtak, és a Facebook jelent a svéd államnak, hogyha ő találkozik valamivel. Nyilván ehhez proaktív állami szerepvállalás kell, mert a Facebook egyébként nem érdekli a Facebookot, hogy melyik állam mit csinál, de hogyha azért egy állam megkeresi mondjuk egy svéd állam, akkor nyilván nem tud elhajolni a Facebook előle egy ilyen megkereséssel. 7000 kormánytisztviselőt kiképeztek, és folyamatosan képeznek Svédországban.
rendszeresen egyeztet maga a kormány civil szervezetekkel, közösségi média szereplőkkel, hagyományos média szereplővel, tehát hagyományos a tévé, újság, radio, de közösségi média szereplőkkel is, és arról beszélnek, hogy hogyan kell védekezni, és megpróbáljanak újabb és újabb technikákat kitalálni, de létrehoztak média felkészültségi tanácsot is, aminek szintén programok és képzések kidolgozása a feladata. Tréningeket tartanak a média munkásoknak arról, hogy a fake news-t hogyan szűrjék ki. A svéd kormányban, tehát nem csak a köztisztviselőknek, hanem konkrétan a kormányban dolgozók minden szinten arról beszélnek, hogy ez egy fenyegetés, ami a svéd államot éri, és ezzel ellen telni kell. Ugye mit jelent ez a minisztertől kezdve egészen a kormány biztos egyik tanácsadóján keresztül, tehát mindenki arról beszél, hogy a minden döntésben ott kell annak lennie, hogy oké, ez a döntésünk, ez majd hogyan fog megjelenni a dezinformáció elleni küzdelembe. Tehát, hogy át kell járnia a kormánynak minden döntését. Gyakorlatorientált feladatokat hoznak létre, tehát nem csak elmélben tanítják a svéd diákokat, hanem olyan gyakorlatsorok, online és offline gyakorlatsorok vannak, hogy például leültetik őket, azt mondják, hogy itt van 12 hír, elemezzétek ki őket, és mutassátok be utána, értitek osztályfőnöki órán, hogy na, akkor szerintetek melyik volt igaz, melyik nem, ami nem, az miért nem volt igaz, egymásra vitatkoznak a diákok, tehát gyakorlatorientált, folyamatos képzést tartanak a saját iskoláikban, minden korosztálynak, tehát itt a 7-8 éveseket is, mert ha más nem, akkor a 7-8 éveseknek ilyen képregényekben oktatják, hogy kell észrevenni ideje korán azt, hogyha mondjuk téged manipulálni akarnak. Én nem, hát én megmondom össze, én nem kezdtem neki Google fordítóval nézegetni ezeket az anyagokat, nyilván nem mélyen, meg elméleti szinten, de benn, tehát átitatja a teljes svéd oktatást. Ugye akkor, amikor oktatásról beszélünk, meg korosztályok képzéséről beszélünk, az egy lassú folyamat, tehát annak évek, amik beérik. De akkor, hogyha egy kormány a teljes államapparátusával rááll, az azért tud működni. Annak vannak rövid távú hatásai is már, mondjuk a rövid táv az fél év, egy év, két év, így értem. Hát attól, ami miatt beléptek a NATO-ba. Tehát ők de nem vagyok ennek a témának sem a szakértője, de hogy tehát az, ami történt Krímben, azt ők szorosan figyelik, és azt, ahogy az orosz dezinformációs háború elindult a balti államok felé 16-17 környékén, ezt ők folyamatosan figyelték, és érezték, hogy nekik valamit kell csinálniuk. Nem vagyok a szakértője, de Svédországban a sorkötelezettséget is más szintre emelték az elmúlt 10 évben. Tehát, és a sorkötelezettséggel kapcsolatos feladatokat szintén beradták a tantervbe például. Tehát, hogy ők komolyan érzik annak a fenyegetettségét, ami zajlik a világpolitikában. És ideje korán fölismerték. Tehát nem féltek fölismerni és reagálni rá valamit. Csak egy példa, teljesen véletlenül mai nap olvastam a lokál eset, a lokál svéd oldal, és ott van egy cikk, nem tudom, pár nappal ezelőtt, vagy éppen mai, hogy mennyiféle módon próbálnak az orosz trollok belépni a svéd állampolgárok bármilyen internetes oldalába, banki alkalmazásokhoz, egyéb ilyen dologhoz, tehát ott borzasztóan erős, még Svédországban is most, tehát éppen egy napi példa volt. A másik, most csak egy pillanat gondolat, hogy van olyan Erasmus-os program, itt a középiskolásoknak csereprogram, ami éppen a fake news kiszűrését segíti. Tehát abban a vizsgában, ahol a fiam, ott is volt egy ilyen nagy csereprogram, most ért véget valamikor, tavaly amikor, hogy éppen ez segíti, de ez egy Európai Uniós Erasmus-os program volt. Egyben. Tehát azért ez így működgetik, de hát ez mire beépül az? Az hosszú, igen. Adjuk meg a kreditet a magyar államnak olyan tekintetben, hogy egyébként a magyar rendőrség az elmúlt fél évben kezdett ilyen típusú kommunikációba, de nem a dezinformáció miatt, hanem a banki csalások miatt, ami ugyanolyan iszonyú fontos, és persze egy ponton a kettő majd ütközni fog, hiszen egy olyan társadalom, aki védettebb a dezinformáció ellen, az védettebb a banki csalások ellen is, tehát hogyha társadalom, értitek az összefüggéset, hogy társadalmat egyébként képzi a rendőrség nagyon helyesen a banki csalások ellen, az én optimista vagyok, és pozitív szemlélet, ez egy kicsit majd visszafoghatni a dezinformációra is, de
Mindegy. Nézzük az észt példát. Ott rögtön Észtországban nemzetbiztonsági kockázatnak tekintett, tehát hogy kinyilvánították az orosz dezinformációs nyomulást. Ugye az észtek lettek litvánoknál, ez húszba vágó kérdés, nekik nagy orosz kisebbségük van, akik nem vagyok a szakértő, nem akarok hülyeséget mondani, az társadalmi feszültségek vannak ezekben a balti államokban az orosz kisebbségekből, és abból, hogy nyomul az orosz állam a kisebbségeken keresztül, és megpróbálja alásni ezeket a balti államokat. Úgyhogy Észtországban is ezt felismerték, hogy gond van, ott is a krími dezinformációs háború lehet. Zárója, a Krím lerohanása és annektálása előtt egy nagyon komoly dezinformációs hadviselést folytatott Oroszország Krímben és Ukrajnában. És ezt figyelték, NATO is figyelte, de a balti államok különösen, tehát akkor jöttek rá, hogy itt komolyabb a probléma. És az észt állam azon túl, amiket a svédek is csinálnak, nyilván vannak képzések, hogy minden, új dolgokat is bevezetett, vagy olyanokat, amikről ideig még nem beszéltünk. Az egyik az, hogy a helyi médiának és az országos médiának is elkezdtek forrásokat adni annak érdekében, hogy kifejezetten küzdjenek az orosz dezinformáció ellen, és tehát az volt a plusz követelmény, hozzanak létre orosz nyelvi mutációkat ezekről a svéd, vagy mi, észt online és offline lapoknak, meg rádióadásoknak, meg tévéadásoknak. Sőt, lett az észt közszolgálati tévének lett orosz nyelvi adása, ahol nem az orosz propaganda megy ezekben a helyekben. Ez például az egyik legfontosabb. Nyilván az volt a céljuk, hogy ez egy kimondott célja az észt államnak, hogy kiegyensúlyozott sajtót működtesse, tehát nem kézivezérléssel működtetik, de effektíve odaadják, kiosztják ezeket a pénzeket minden évben az észt sajtót. Nem tudom, hogy pontosan milyen módszerrel, nyilván pályázni kell rá, ilyesmit tudok elképzelni. Beépült a tantervbe az orosz dezinformáció elleni küzdelem, nyilván ott is a médiatudatosságot oktatják, és létrehoztak külön média tantárját. Ide behoztam két példát arra, nagyon kicsi, de mindesetre ezek korábban csak észt nyelvű lapok voltak, amiknek most már van orosz nyelvű mutáció. És a jobb oldal egyébként a közszolgálati. Észországban közszolgálatinek kell hívni, ugye Magyarországon nem közszolgálati van, hanem állami propaganda csatorna van. Szóval az észtek állami szinten így küzdenek, ami elképesztő fontos, hogy a társadalomban lévő belső szakadékokat áthidalják. Egyébként pont az észteknél a legkisebb az orosz kisebbség, de ott is van, és ott is nyomult az orosz állam. Aztán vannak nemzetközi szervezetek most már. Az EU is rájött arra, hogy lépni kell. A létre jött, azért így fogalmazok, mert nem tudom, hogy az EU hozta el létre, minden esetre az EU finanszírozza most már ezt a bizonyos East Stratcom Task Force-ot. 15-ben hozták létre, 18-ban kapott 1,3 milliót, és utána eurót, úgy értem, és utána azt hiszem még egy körben 3 millió eurót, és ők létrehoztak az EU versus Disinfo nevű oldalt, és ők ezzel foglalkoznak, hogy cáfoljanak dezinformációs kísérleteket, meg adatokat, meg hát híreszteléseket, és riportokat, tehát jelentéseket készítenek. De ehhez hasonló a Checkologies, ez egyébként nem európai, ez amerikai, de a Checkology azért izgalmas, meg azért jó, mert angol nyelvű, és tulajdonképpen semmiből nem állna lemásolni bármilyen más nyelven, ezt amerikai, talán alapítványi szervezet hozta létre, online felület be lehet jelentkezni, és diákoknak nagyon izgalmas, gyakorlatorientált feladatokon keresztül online feladatsorok és képzés tulajdonképpen. Semmiből nem állna lefordítani, akár magyar nyelvre is, szerintem oda is adnák, csak meg kell őket keresni. Tehát, hogy, de mondjuk ugye, amíg a Nagy-Britanniában volt az EU-ban, addig ők nyilván tudták használni, az írek gondolom most is használják. Szóval vannak ilyen példák és még mások. Ezeket a posztokat, ezeket az EU versus Disinfo-ról hoztam. Szóval ők rendszeresen kommunikálnak Twitteren, Threaden, Facebookon, szerintem most már TikTokon is, hát nagyon sok felületen folyamatosan cáfolják a különféle dezinformációkat, és próbálják eljuttatni a szélesebb közönség számára. Elnézést, magát a szájtot nem lehet blokkolni? Nem tudja blokkolni?
ezeket a szájtokat? Hát ez azért fölvet sajtószabadsági kérdéseket, őszintén szólva. Tehát lehetne, de nem vagyok benne biztos, hogy ez célra vezető. Ezzel most nagyon kinyitnánk ezt a kérdést, de hogy ez nem biztos, hogy az a jó, hogyha tiltunk valamit. Hát meg annyi van, tehát ugye azért, ez nem hangzott el, de azt azért tegyük hozzá, hogy ezek a dezinformációs műveletek, meg a fake news, meg a bullshit, az elsősorban a mennyiséggel megy. Persze. Tehát az egy olyan mennyiség, ami elárasztja, és neked ki kell bogarászni igazából, ha felmész a Facebookra, a sok szarból azt, ami mondjuk érdekes, mert valóban az ismerősödről szól, vagy egy olyan hírom, valóban érdekes. De ezek olyan mennyiségek, hogy ezeket nem lehet egyszerűen letiltani. De nem, az oldalakat magát. Oldalról kiderül, hogy ez a kérdés. Csinálnak helyet 10 másokat, 100 másikat. Igen, azért hoztam Hát, ezt ugye programozással hozzák létre, letiltani meg bírósági határozattal lehet, nem miután egy bizonyítási eljárás. Igen, a bizonyítani eskület. Lehetne bevetni ellenfegyvereket. Én javaslom, hogy a programozással meg, tehát hogy percenként százat hoznak neked létre, mert egy ember leprogramozza is kész. Én javaslom, hogy a végén egyébként tudunk ezekről beszélgetni, mert ezek valóban húsba vágó kérdések, hogy a korábbi módszereken kívül például az egy legitim eszköze ezeket tiltani, és egyáltalán értelme van-e, de nézzük még egy kicsit tovább, mert hogy vannak önkéntes példák a védekezésre is. Igen, ezt a kettőt már hoztam, mert említettem a propornat.com-ot 2016-ból Amerikából, és az urbanlegends.hu-t ugye Magyarországról. De aztán, amikor már nem volt elég az újságírás, például Litvániában alakult egy Litván Elfek nevű csoport. Ezeknek a több mint 5000-en vannak, egyes források szerint már 10000 főnél is többen vannak. Ezeknek a 99,9%-a nem ismert, az anonim emberek ezek, akik közösségi módon küzdenek a litván befolyás ellen. Úgy képzeljétek el, hogy valamilyen titkos csatornákon egymással tartják a kapcsolatot, ahol fölüti a fejét valami fajta fake news vagy dezinformációs hamis hír, akkor oda mennek nagyon sokan, és az igazságot oda kommenteli. Tehát, hogy megpróbálnak ellent tartani a mennyiségnek, de a helyi influencerekkel, tehát litván influencerekkel, youtuberekkel, ilyenekkel tartják a kapcsolatot, és megbeszélték, vagy például ügynökségekkel, hogy olyan influencer ne legyen az ügynökség portfóliójában, aki egyébként másik Instagram posztban hülyeségeket és orosz dezinfókat tol. Tehát, hogy próbálják azt is megakadályozni, hogy bevételhez jussanak azok, akik ilyeneket terjesztenek, de ők csinálják azt, hogy önkéntes ügyvédek segítségével megtámadják bíróságon, és elzárják a bevételi forrásaikat például a Litvániában működő olyan weboldalaknak, akik hirdetésekből tartják fönn magukat, és a Google-el addig pereskedtek, amik elérték azt például, hogy egy csomó weboldalnál például nem tudnak már bevételekhez jutni. Szóval a Litván Elfek az egy elég sikeres módozata ennek. Ez a fickó, ő például az egyike, aki ismert, ő egy színész ugyanis, Litvániában egy elég ismert színész, és hát ő is szabad idejében önkéntesként segít a Litván Elfeknek, más néven Balti Elfeknek, és mivel ő egy ismert arc, ő úgy döntött, hogy ő szívesen lesz ilyen szóvivője a Litván Elfeknek, és akkor néha ő szokott interjúkat adni, de nagyjából nem, 3-4 ember ismert a Litván Elfektől. Egyébként most már tucatnyi országban vannak, tehát vannak, tehát az összes balti államban vannak, Svédországban is van most már Németországban, de közelebbi példát mondjak, van Csehországban, Szlovákiában, tehát több helyen vannak most már elfek, tréningeket is tartanak, sőt, volt valami esemény is, ahol szintén például a szóvivőjük megjelent, tehát ez egy elég sikeres kezdeményezés. Az biztos, hogy ők is küzdenek azzal, hogy tehát annyira nagy a tömege az orosz dezinformációs műveletet, mert annyira könnyű fake accountokat csinálni, hogy egy ponton most már ők is kicsit mozognak más irányba, és nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy mindig oda kommenteljenek alá, hanem ők is keresik az újabb és újabb módszereket, mert azért vannak, csak sokkal szofisztikáltabb, mint hogy 100 önkéntes gyorsan oda megy egy adott poszthoz, és oda kommenteli a valóságot. Ez ugye azt jelenti, hogy az önkénteseket is képezni kell, hogy mi működik, mi nem működik, mindegy.
Egyébként Magyarországon is van, tehát szerveződnek magyar elfek, direkt hoztam ide egy linket, akit érdekel, lehet csatlakozni hozzájuk, egyre még nem túl nyilvános, de lehet csatlakozni, Magyarországon is van egy szervezőcsapat, akik akarnak ilyet létrehozni. Aztán, ez sokkal megmosolyogtatóbb, van a NAFO vagy NAFO Hungary, ha itt van egy kollega, aki itt bólogat, mert viccesek, igen, Észak-Atlanti Fellák szervezete, North Atlantic Fellows Association, vagy mit tudom én, mém hadsereg, és ők egy egészen más hozzáállásuk van. Valakinek tetszik, valakinek kevésbé, ők ugyanis a saját fegyverükkel szállnak szembe az orosz trollokkal, trollgyárral és dezinformációval. Ők tényleg nevetségeset teszik, beszólnak, becsmérlik, gúnyolódnak rajtuk, mémeket hoznak létre, szidalmazzák, sőt, akár doxolnak, és a doxolás azt jelenti, hogy egy Twitter fióknak, hogy ki van mögötte, a valódi személyt kirakják a valódi nevével, és nem tudom, elérhetőség. Ez egy, azért érezzük, hogy ez elég csúnya. Vagy hát, hogy, tehát mondjam, az én... Jó, csak mondom, igen, tehát hogy a NAFO Hungary, ők kemények, ők ezt bevállalják, igen, tehát hogy ők egy egészen más technikáját csinálják ennek, vagy egészen más hozzáállásuk van. Azért kiderül nagyon sokszor, főleg azért, mert rosszul reagálnak a... Tehát, hogy jogos a kérdés, valószínűleg a botok ellen nem érdekes ez, de például a magyar Twitter világban, meg a magyar Facebook világban elég sok olyan önkéntes ember van, aki tulajdonképpen nem bot, hanem meggyőződésből tolja az orosz propagandát. És ha azokra rászállnak, kiderül, de elég csak nézni utána, hogy milyen reakciók vannak, amikor egy NAFO Hungary így valakire így rászabadul, hogy nagyon rosszul viselik, hogyha ők vannak a gúnyolódás célpontjában, vagy ők kapják meg ugyanazt a bocsánatot kérek a foshalmot, amit egyébként ők szoktak abból az irányból tolni. Tehát, hogy a bot nem reagál. A botot ez az egész nem érdekli. Tehát, hogy a NAFO, ez egy nemzetközi szervezet, annak van a magyar leányvállalata, vagy hogy mondjam, önkéntesek. Ezek nagyon titkolják, hogy kik ők, természetesen, mert ha kiderülne, az oroszok nagyon durván rájuk szállnának. Tehát, hogy ez sem olyan, mint hogy a litván elfek is, szóval ezek nagyon titkosan tartják magukat. De hát azért most már az észt miniszterelnök is dicséretbe részesítette a NAFO-t, a Zelenszky is meg dicsérte és köszönetet mondotta. A Zelenszky mögött van egy fal, ahol ilyen felvarrók vannak, ott a sárkányellátónak a felvarrója is ott van, de a NAFO Hungary felvarrója is ott van. Tehát, hogy kicsit ellent tartanak a rossz hírünknek. Na, finoman azért ezt hadd mondjam. A felvarró az a katonáknak az, amit itt mi ez a felkaron, a hanyadik dandárnak a hanyadik izéje, és akkor egy saját címerük van, ez a felvarró, és tulajdonképpen a NAFO Hungarynek is van egy ilyen felvarrója, meg a sárkányellátónak is van ilyen felvarrója, a sárkányellátó ugye az, akik Magyarországról magyar adományokat gyűjtenek, legális adományokat, olyan eszközöket, amik legálisan beszerezhetők, és kiküldik olyan ukrajnai harcoló dandárokhoz, vagy nem dandár, mit tudom mi ez, szakaszokhoz, ahol kárpátaljai magyarok. És igen, onnan már kicsit léptek, mindegy, ez megint egy zárójel, szóval, azért a NAFO az kap dicséretet is, miközben hát kétes, tehát vannak erős eszközeik is, így van. Tehát, igen, rendkívül sok munkát raknak bele, elég sokan vannak, kicsit nehezebb itt Magyarországon a helyzetük, mert a Twitter az egy elég zárt zárvány itt Magyarországon, nem annyira elterjedt, mint máshol, de azért itt is vannak eredményeik. De direkt hoztam még egyet, a Szakértő Megmondja nevű Facebook csoportot, arra is eléggé idegesek szoktak lenni a kipécézett szakértők. A Szakértő Megmondja az kifejezetten csak azokkal az orosz propagandistákkal foglalkozik, akik úgy állítják be magukat, mintha szakértők lennének, de a valóságban orosz propagandát tolnak a köztévében és egyéb csatolt helyein. Foglalkoznak magyar úgynevezett szakértőkkel is, akik mondják az orosz propagandát.
Igen, igen, tehát hogy erre van a szakértő. És akkor direkt kerestem egyébként, mert vannak ilyen pamfletek, a rendőrség is már kirakott egyébként ilyet, meg például az NMHH, az a Nemzeti Média Hírközlő Hatóság, tehát ő is rakott már ki olyan anyagot, hogy hogy ismert fel a dezinformációt. Itt utalok arra vissza, hogy a magyar állam egyik fele ilyen nagyon egyszerű eszközökkel, mint hogy kiraknak egy ilyen hogyan ismert fel az álhíreket, azzal küzd az álhírek ellen, miközben a komplet államrezon pedig támogatja az álhíreket itt Magyarországon. Mindegy, ez majd az élet majd hozza, hogy mit lehet ezzel kezdeni, de például itt van ez a detektó.hu, ez egy elég új kezdeményezés, civilek csinálják, azt hiszem, hogy az Urban Legends is benne van, és szintén oktatóképzési anyagot hoznak létre. 2026-ra lesznek teljesen kész, de már van olyan anyag, ami onnan megismerhető, kipróbálható. És igen, az Urban Legends-et ide hoztam még. Szóval, hogy vannak ilyen anyagok? Jó. Régiónkban milyen dezinformációk voltak? Szlovákiában nemrég volt választás. Hát ott például terjesztettek olyan videót, hogy ez, hogy hívják ezt a fickot? Mihály Simecska, a progresszív Szlovákia elnöke, bejelenti a sörárának emelését. Hát most ez propaganda, vagy hoax, vagy dezinfo, szóval, tehát érezzük, hogy ez nem pont ugyanaz, mint a NATO-s dolog, de azért a másik az ténylegesen az, amikor Robert Fico bejelentette egy furgon mellett állva élő videóba, hogy most fogtak migránsokat, és maga a rendőrség cáfolta, hogy ez így nem volt igaz. Ez ténylegesen dezinformációs célzattal csinálta ezt Robert Fico, nyilván a választások miatt. Tehát én azt már azért propagandának nem nevezném, direkt 100%-kal is tudatosan hazudott a akkor még jelölt, most már miniszterelnök Robert Fico. Tehát van ilyen a környezetükben is. Lengyelországnál az volt az a nagyon érdekes, próbáltam közelről követni, és nem nagyon volt dezinformáció. Volt egy-két fake news, mit tudom én, az elterjedt, hogy a nyugdíjasoknak majd... Ja nem, hogy is volt? Ja igen, volt ilyen, hogy a vasárnapi lengyel választáson, hogy kiraktat ilyen pamfleteket, ilyen brosúrát terjesztettek, ez olyan lehet, mint a nyomtaste is Magyarországon, de nem tudom pontosan. Megjelentek ilyen szóróanyagok, hogy invázió jönnek, mondj nemet az illegális bevándorlók beáramlására Lengyelországba. Hát őszintén szólva, ilyen szóróanyagok a magyar választásokkor, hát ezek ilyen heti rendszeressége jelennek meg városokba, kerületekbe, tehát ezekhez mi szokva vagyunk. Igen, itt volt ez, hogy nyugdíjasok számára ingyenes lesz a temetés, miközben most is, ha rászoruló Lengyelországba, akkor segít a helyi önkormányzat. Szóval, tehát ilyenek voltak, olyan nagyon durva dezinformációs nyomulás nem volt a lengyel választások során, ami érdekes volt, de ez a bizonyos Tonie Nasza Vojna, illetve Niemaja Vojna, ez a két hashtag, ez mai napig nagyon terjed Lengyelországban. Ez a, nem az én háborúm, vagy nem a mi háborunk, ezt jelentő a hashtag, és hát körülbelül akkor azért el tudjuk képzelni, hogy mit jelent ez a dezinformációs propaganda. Én pont tegnap előtt rákerestem, ömlik a Twitteren ez folyamatosan Lengyelországban, és a Facebookon is. Ez, most direkt Twitter posztokat raktam be. Nem tudom, mennyire látszódik, ez az a neve a Twitter accountnak, hogy Suverenitás nyíje, vagy valami ilyesmi. És a zászlók az lengyel, magyar, szerb, szlovák, meg egy kereszt. Tehát így ez a Twitter account, és tolja magából a nem a mi háborunk, és nyilván az ukrán háború, az izraeli, tehát el tudjuk képzelni, hogy körülbelül milyen típusú propagandát tolnak. Tehát ez nagyon aktív most is, kizártnak, én nem értek hozzá, de kizártnak tartom, hogy ezt néhány lengyel csinálná, szóval ebben biztos, hogy van. Orosz állam támogatásával lengyelek csinál, néhány lengyel csinál. Így, tehát értem, hogy lengyelek, de hogy van mögötte, igen, szóval, hogy ezt azért el tudjuk képzelni. Ez a hashtag megjelent a választásokkor is, de nem volt, érdekes módon nem volt annyira erős. Nem tudom igazság szerint, hogy mi volt az oka. De közeledünk ugye a magyar választáshoz, és direkt hoztam néhány magyar példát. A klasszikus magyar példa az a budapesti városháza eladása.
Szerintem ez igazi, klasszikus dezinformációs művelet. Nem hiszem, hogy oroszok állnak mögötte, lehet találgatni, hogy ki, de most mindegy. Összeszedték, végül nagy nehezen összeszedték, a HVG egy elég jó cikket írt, kár, hogy paywall mögött van. A paywall azt jelenti, hogy fizetős tartalom. Kár, hogy paywall mögött van, de egy elég jó cikkben összeszedte Hamvai Péter, hogy egészen pontosan hogy zajlódhatott. De ha ezt végigolvassuk, végig gondoljuk, akkor igazából a budapesti városháza, ugye ez egy klasszikus dezinformációs cucc volt, de ennél van egy sokkal rosszabb példa, ez pedig a Jené Orsolya esete, aki az Amnesty International-nek volt igazgatója, elment szülni, aztán munkát keresett, és hát elment interjúzni. LinkedIn-en keresztül megtalálták, és utólag lehetett összerakni, hogy ez egy fedett akció volt, a Black Cube nevű izraeli titkosszolgálattal szerződésben álló magán titkosszolgálat által végzett fedő akció. LinkedIn profilokat, Facebook profilokat, mindenféle ilyet létrehoztak, hamis álláshirdetéseket raktak ki, erre jelentkeztek emberek, többek között a Jenei Orsolya is, több körben csináltak felvételi, igazi felvételi beszélgetéseket, ezeket fölvették videóra, majd összevágták úgy, hogy abból az a narratíva jöjjön ki, ami a választásokkor kelt, és 2022. februárjában elkezdte tolni a magyar állami propaganda gépezet ezeket a videókat. Direkt tegnap megnéztem, és ide raktam, tehát 2024. március 6-án 19 óra 14 perckor még mindig kim volt a Magyar Hírlap oldalán. Az a cikk, a februári cikk, a 2022. februári cikk. Ez csak azért mondom, hogy tehát ez több, mint propaganda, és ez a kesma része, és innentől kezdve ne legyenek illúzióink, amikor ugye visszautalok arra, hogy amikor a rendőrség küzd, vagy az NMHH küzd a dezinformáció ellen, miközben a magyar állam másik durva pénzekkel kitömött szervezete viszont konkrétan dezinformációs műveleteket hajt végre. Ez, mire számíthatunk a választásokhoz közeledve? Hát körülbelül ilyenekre számíthatunk, de hozok MKKP közeli példát is. Ugyanis az a helyzet, hogy a dezinformáció, meg a propaganda, meg a fake news az igazából az oldalaktól független. Ez a szomorú helyzet. Ezt, akinek van rá erőforrása, akarata, és kellően, hogy is mondjam csak, tehát kellően motivált ahhoz, hogy bizonyos határokat áthágjon, akkor ő ezt csinálni fogja. Az MKKP-nál például megesett az, hogy ellenzéki önkormányzat ugyanilyen dezinformációs eszközöket vetett be MKKP-s, még csak jelölt ellen, ez mégpedig a Nagy Dávid ellen, aki Újpesten lesz polgármester jelölt és képviselő jelölt, és az ottani önkormányzathoz, illetőleg a mostani ellenzékhez elég közeli propaganda termékek egy nettó lejárató kampányt indítottak el, hazug lejárató kampányt, ide raktam a linkeket, mindenki el tudja olvasni, de hát egészen félelmetes hülyeségeket írkáltak róla, és költöttek el is rá pénzt, tehát hogy ilyen működik. Igazság szerint, ha az érdek úgy kívánja, akkor fognak foglalkozni a mostani választáskor is MKKP-val, vagy bárki más ellenzékivel. Ha nincs ebben érdekük, akkor meg nem fognak foglalkozni. Szóval, hogy ez egy ponton túl sajnos, ez bizony oldalaktól független. Ezért is fontos, hogy vegyük észre oldaltól függetlenül a dezinformációt, meg a propagandát, ugyanis hát ez sajnos, ahogy az elején mondtam, ez bizony szerintem az emberiséggel egyidős. Mire számítottunk az önkormányzati választáson induló jelöltek, legyen bármilyen oldalról, ahogy a Veronika mondta, tehát hogy ha úgy ítéli meg valaki, hogy ez fáj, akkor fognak vele szemben majd mindenféle technikákat alkalmazni, akár nemtelen erkölcstelen technikákat is. Ha úgy ítélik meg helyben, hogy az nem fáj az ő jelöltsége, legyen az civil jelölt, MKKP-s jelölt, ellenzéki jelölt, tök mindegy, akkor pedig nem fognak vele foglalkozni. Ez egyszerűen így működik. Tehát aki például a választáson fog indulni, az erre számítson, és tehát erre föl kell készülni. Szóval erre lelkiekben föl kell készülni mindenkinek. Mondhatnám, hogy csak a jelölteknek, de igazából a jelölt családjainak is, a barátainak is,
az aktivistáknak is, tehát hogy bárki, aki ebbe beleszáll, és közben Veronikának igaza van, aki fölvezette a mai napot, tehát hogy az egyik legjobb kimenetele lehet mindenféle dezinformációs műveletnek, hogyha az a végeredmény, hogy egyébként egy csomó értelmes embert eltántorítunk ettől az egésztől. Azzal jól járnak, tehát hogy az igazából az segít, mert akkor megmarad a homokozó, és ott tudnak játszani. Tehát, hogy mit lehet tenni, erre föl kell készülni lelkében, mert ez nem kellemes. Tehát, hogy propagandát kapni, én nem beszéltem a Dáviddal erről, de szerintem egészséges embernek ez nem jó érzés olvasni magáról hülyeségeket, még akkor is, hogy tudja a hülyeség. Egyszerűen ha az embernek a lelke, a pszichéje egészséges, az szarul fog neki esni, tök mindegy, mit csinálunk. Tehát mit lehet kezdeni ezzel? Támogatóközekkel, barátok, családok, ismerősök, tehát hogy egyszerűen a támogatóközekbe értem az önkénteseket, passzivistákat, aktivistákat, bárkit, aki őket támogatja, az mondja a mi jelöltünknek, legyen az MKKP-s jelölt, civil jelölt, ellenzéki jelölt, hogyha a Fidesz propaganda találja meg, tök mindegy, támogassa őt, mondja el neki, hogy figyelj, tudom, hogy hülyeséget írnak, és nyugi, veled vagyunk, és menjen oda, tehát kell szervezni helyi önkéntes passzivistákat, aktivistákat, akik egyébként igenis egy kicsit oda kell menni abba a térbe, és asszertíven, mosolyogva, de oda kell kommentelni azt, hogy hülyeség, amit ír, nem, Nagy Dávid nem akar hajléktalanokat költöztetni Újpestre, nem tudom, miket írtak róla a hülyeségeket. Tehát, hogy egyszerűen meg kell védeni a saját jelöltünket, mert az a legrosszabb, hogyha kontraszelektáltak indulnak el, például választás, akkor ugye azért mondom ezt, mert hogy erről szól ez a slide, hogy mit lehet csinálni, és hát bizony kell pénz is. Tehát, hogy az értelmes jelölteket, legyenek azok MKKP-s jelöltek, legyenek civil jelöltek, legyenek bármi jelöltek, azokat bizony nem csak támogatni kell munkával, lelki támogatással, hanem ha van rá keretünk, nem mindenkinek van, akinek nincs, no problémo, de akinek van, az tegye meg a támogatását, mert egyszerűen csak így lehet ellen tartani. Ezért van a támogató közeg, máshogy nem lehet ezzel, tehát hogy ez a legfontosabb igazából. Igen, azt hiszem végére értünk ennek a mainak, ami dezinformációja nagyon elméleti, és utána megpróbáltam minél inkább a gyakorlati részére elevezni. És hát igen, ez egy közhely, de ezek a közhelyek azért működnek, mert igazak, és valódiak, amivel kezdtem, a megtévesztés az a mai napig velünk él, és szerintem a trójai falu is megtévesztés volt, meg hát tényleg nem tudom, akárhány ezer évre megyünk vissza, mindenütt. Amikor valószínűleg két kőkorszaki törzs egymásnak ment, és az egyik elítette, hogy nekem van szelidített tigrisem, szerintem az már egy megtévesztés. Tehát valószínűleg az emberiséggel egy idős a megtévesztés. Ne engedjétek magatokat megtéveszteni, ezt tudom mondani. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és... Ja, kaptunk kérdéseket, Veronika, most kérdéseket olvassam meg, vagy inkább mi ilyenkor a menetben? Én azt gondolom, hogy nyissuk ki a kérdéseket most az itt jelenlévők számára, és akkor vagy előkerülnek ugyanazok, vagy pedig mások, és szerintem nyugodtan kérdezzetek bármit, amit felmerült, picit így vitatkozhatunk, még nagyjából fél órát terveztünk az itt létre. Nem tudom, te szólogatod fel, hogy neked kell felszólogatni, hogy szoktátok csinálni? Itt leszek így a szélén. Én két kezet láttam, egy-kettő. Mondjad. Ja, bocsánat, és csak azt kérem, hogy jó hangosan, és ez főleg a felvétel miatt, hogy halljuk is a kérdést. Itt a kelet-európai országokban fölnőtt és még van egy olyan generáció, aki mondjuk a 70-es kora, a 70-es évektől, mondjuk a közép 80-as évekig itt élt, és tudta azt, hogy ami a Pravdában, ami a Népszabadságban van, az nem igaz, pont az ellentéte, és egy ilyen dolog. Tehát ezek az emberek, ez a generáció többé-kevésbé ki tudta szűrni azt, hogy mi az igaz, mi a nem igaz. És én most azt látom, hogy oké, eltelt 40 év, ezek az emberek is 40-50 évvel idősebbek, de nem tudják kiszűrni. És ugyanúgy nyomják, tolják azt a propagandát. Mi változott meg ezekben az emberekben? Ezt tényleg nem tudom, látok ilyen embereket, és egyszerűen, és valahogy a szakmához is kapcsolódik, és nem tudom megmagyarázni, hogy mi történt ezekkel az emberekkel, akik annak idején tudták, hogy a Népszabadságot nem szabad elhinni,
és tudják, hogy annak a vettó az ellentét, az igaz, most pedig teljesen benyalják ezt a dolgot. Jó kérdés, a feleségemre nekem kötötte, hogy azt mondjam el, hogy az azért, tehát akkor, amikor az emberek hisznek dolgokba, hogy az nagyon fontos érzés, hogy ő tudja az igazságot. És hogy ezt az igazságot ő egyébként megosztja másokkal. Ez, és ugye az, hogy mi az igazság, amivel, tehát hogy most minden ott van az interneten, és mindig megtalálod azt, ami a te igazságodat alátámasztja. Nagyon nagy a zaj. Az biztos, hogy, hogy iszonyú nagy a zaj. Ez valamennyire válasz a kérdésre? Mert bocsánat, hogy így... Nem tudunk rá válaszolni. Bocsánat, hogy így beleszólok, igen, úgy érzem, hogy ez egy olyan fajta véleményfelvetés, kérdésfelvetés, tapasztalásfelvetés, hogy igazából ez egy vitára érdemes, tehát bármelyikünk tudná erre válaszolni. És én erre is hatalmaznék fel mindenkit, hogyha nem is most, akkor egy következő alkalommal mindenképpen ezeket majd így elemezzük ki közösen, mert szerintem ennek nem is egy ilyen tudományosan értelmezhető egy adott igaz válasza van, hanem hogy együtt gondolkodjunk azon, hogy eltelt hány évtized, olyan sok időn keresztül szívtuk magunkba ezeket, olyan sok időn keresztül tökéletesítették ezeket a módszereket, amiről az Áron mesélt, és hát nyilván ez ugye áthagyományozódik ránk, el is fáradunk benne, tehát amit itt a végén mondtál, hogy a politikus jelölteket hogyan támogassuk meg, vagy a támogatóközeg. Szerintem a támogatóközeg az ugyanannyira fontos, bármelyik állampolgárnak, bármelyik társadalomnak is, mert elfáradunk, nem akarunk már küzdeni, esetleg már az inger küszöbünket se éri el az, hogy most itt tulajdonképpen valamilyen megtévesztésről van szó. Szóval szerintem az önmagában, hogy minél többet beszélgettünk erről, és rámutatunk, hogy szerintünk itt valami probléma van, az már része a megoldásnak, amit te most keresel, én úgy érzem. Ez, bocsánat, végül is egy pszichológiai kérdés, tehát ugye vannak ezek a pszichológiai tudatja, és ezek a megerősítési torzítások meg ilyesmi, hogy csak azt veszed észre, ami a véleményedet megerősíti. Én még annyit szeretnék hozzátenni, hogy azért az is egy érdekes elgondolás, hogy ugye hogyha a saját narratívánkból nézzük, akkor az a rész a fake news, itt szerintem mindenki nagyjából egyetért. Na most egy ősfideszes szemébe nem az a fake news, hogy mi most itt ülünk? Hát hasonlót akartam én is mondani, hogy ameddig egyetlen állítás volt, addig mindenki tudta, hogy ha ők azt mondják A, akkor a helyes válasz nem A. De lenne, hogy A, B, C, D, E, F mindent mondanak az emberek, akkor most már nem tudjuk csak azt mondani. Igen, pont ezzel van a probléma, hogy annyi információt kapunk az internetről, hogy erre, nem tudom már ezt kiírta egyszer, az információ túláradás, információ hiányt okoz egyszerűen. Mert nem tudjuk eldönteni, hogy mi az igaz. Térjünk erre vissza, szerintem, hogy csak nem akarok rossz modellettől lenni, mert láttam a te kezedet hamarabb, úgyhogy nem beszélnek. Ehhez még hozzátenném azt, hogy régen, ugye én is elmúltam már 60 éves, akkor ugye a Kossuth Rádiót, meg a Szabad Európa Rádiót összeadtad, elosztottad kettővel, és akkor azért láttad, hogy lelőtték a dél-koreai utasszállítógépet, de egy hét múlva vallották be, de a Szabad Európán már aznap bemondták. Tehát kevesebb forrásból építkeztünk most, meg tényleg így elárasztanak minket. Egyébként szerintem ehhez a témakörhöz, amiről most itt említettétek, az lehet a nagy különbség, hogyha valaki elveket követ, akkor közelebb van az igazsághoz, mint hogy egy embert követ. Tehát amikor a Nagyferó azt mondja, hogy mindegy, hogy mit mond holnap az Orbán Viktor, én támogatom és hiszek neki, mert még nem is tudom, hogy mit mond, az tévúton jár, mint aki azt gondolja, hogy keresem az igazságot, aztán vagy megtalálom, vagy nem. Jó, de Győzi képen a Nagyferót azért úgy nem hiszem, hogy valaki ott keres. Szóval én még azt hiszem, hogy a fideszesek képesek elhinni, hogy amit ők mondanak, annak bármi köze van az igazsághoz. Érnék azzal a javaslat, hogy az ős fideszes, meg a fideszesek, hogy embertársainkról van szó, tehát esetleg értelmes lenne megkérdezni majd őket, hogy ők aként definiálják a magukat, milyen variációkban hisznek abban, stb. Csak hogy így ezt azért dobom itt be, hogy szerintem ezt a tisztelt... Nem megbántani akartam ezzel senkit, hanem inkább azt, én meg azért mondom ezt most ki, mert itt vagyunk közösen ebben a térben, és úgy éreztem, hogy jó ezt ide betenni, hogy... Jó, okay. Mert lehet, hogy segítjük egymást azzal, hogyha nem stigmatizálunk semmilyen irányba sem. Bocsánat, csak ott láttam még két hölgy kacsót, akkor légy szívem, gyertek.
Ezt lehetettek annyit, hogy örülök, hogy felhúztátok győzítést és hasonlót, mert ugye itt nagy zajról beszéltek, és közben meg ne felejtkezzünk el arról a részre, amikor kis csoportokról beszélünk, és hogyha megnézzük például helyi televízióknak a különböző közvetítéseit, vagy azokat a rövid videókat, amit hétköznapi emberek megkérdezésével látjátok, hogy milyen szinten vannak. Tehát vidéki emberekről beszélünk, akik nem néznek YouTube-ot, nem néznek mondjuk annyira gyakran Facebook híreket, sőt, lehet, hogy semmiért, csak arról hallanak, amit a közvetlen közelükben, akár a vallási közegükhöz kapcsolódóan hallanak. És szerintem lehet, hogy ez is a kérdésedre a válasz, mert én azt látom, hogy annyira mélyen vannak ezekben a pici csoportokban ezek a bizalmi funkciók, mert hogy nem értelem van az, hogy vidéken mennyire erős ez a típusú információ, mennyire erős a gyökere. Szerintem nem feltétlenül az a kulcsa, amit mi látunk, hogy ennyire a médiában. Köszönöm. És ez lehet az időseknek a... Ez persze példák egyébként, amiket én tanulmányoztam. Igen. Ezzel kapcsolatban viszont nekem eszembe jutott egy dolog, ami lehet, hogy ide tartozik. A Nyomtas Te Ist, azt az előbb említettem egyébként, az egy olyan újság, amit így fénymásolnak, és aktivisták osztották ki. 2020-21-22-ben nagyon fölpörgött. És ők csináltak egy konkrét mérést tudományos módszertannal, hogy kiválasztottak egy falut, egyébként ez azt hiszem történetesen kisoroszi volt, tehát nagyon közel ahhoz, ahol én lakom, és beszórták azt hiszem 3 hónapon keresztül fixen, 2 hetente egy lapszámmal, mértek előtte, és utána 3 hónappal később is mértek, és azt nézték meg, hogy mennyire változott a helyi lakosoknak a véleménye abban a nem tudom, 3-4 kérdésben. És változott. Méghozzá szignifikánsan, tehát, hogy a statisztikai hibahatáron túl változott a helyiek véleménye bizonyos kérdésekben. Ugye ez egy propaganda termék volt, propagandisztikus termék, nem dezinformáció, de politikai propaganda volt, azért ezt tegyük, vagy lássuk tisztán. Bocsánat, ehhez még gyors leszek, ez kapcsolódó pont, ami nekem nagyon számít, szólt a FEM3-on, most Máté Krisztinának megy az ősrégi műsora, ahol felfedezett, bocsánat, annyira akartam mondani a címét, Forrónyomon, és 20 éves műsorról beszélünk, és újra vetítik. Nagyon-nagyon olcsón megvették, és újra vetítik, és ezt olyan idős emberek érik el, akik ugye arra használják, hogy féljenek. És újra vetítik az összes bűncselekményt, a nyomozást, és mindent. És ehhez kapcsolódnék, hogy itt megint, és nem olyan régóta, tehát egy hónapja kezdték el újra vetíteni. És engem ez nagyon-nagyon felháborít, és ezt használják, és ez egy nagyon olcsó dolog. Jó, de ebben a szempontból elég erőteljesen megváltozott a híreknek a formátuma. Én kb. Vagy 15 éve nem tévézek, és múltkor tévé elő kerültem a hírek elé, és picit ledöbbentem a híreknek a formátumán, hogy az első negyed órában jófajta bulvár jön. Ezt töltek meg, azt töltek meg, amaszt töltek meg, itt loptak ki, itt raboltak ki, itt vertek át, és akkor itt ledöbbent, hogy anno én ahhoz voltam hozzászok, hogy a hírek azok a külföldi és belföldi eseményekről szólt. És most már a hírek nagyjából 2 blokkra vannak osztva, hogy van egy bulvár része, és utána meg egy harmadában egy picit beszélünk a történésekről is, ami történt, ami tényleg fontos. A rózsaszínka bátos, azt engem az érdekelne, hogy én többször is tehetetlennek éreztem magam, amikor mondjuk középiskolás osztálytársammal találkozom, és nyomja nekem most a nem mondom meg milyen propagandát, meg hogy neki ki az ellenszenves és ki a szimpatikus, és nem tudom, hogy hogy kell, most ez erős képezés, hogy deprogramozni, de hogy tudok úgy beszélni hozzá, mit kell mondjak, hogy kell hozzáálljak, hogy ő meghallja, hogy én át tudjak törni hozzá, és hogy ő meghallja azt, amit én mondok. És hogy valami kis repedés keretkezzen mondjuk a valóság
felfogáson, ami belép. Mert hogy csupa hülyeségbe hisz. Szóval... Okay, de okay. Hogy miért a módszere? Ő meg azt mondja rólad. Mindegy, hogy ő azt mondja róla, mert... Bocsánat, én aztán tényleg nagyon sok forrásból tanítom magam, tehát... És nem mondok, nem akarok példát mondani, hogy miket tudnak nekem mondani, csak nem tudom, hogy hogy lehet, mit tudok mondani, hogy lehet ehhez viszonyulni, és engem az nagyon érdekelne, hogyha valakinek volna módszere arra, hogy hogy lehet ilyenkor megszólalni. Sehogy. Ez szerintem mindenkit érdekelne egyébként. Nem, úgy, jó, hogy... akkor nekem ehhez van is javaslatom. Olvassátok Szokratészt. Tehát ugye az arról szól, jó, hogy... Jó nehéz könyv vagy. Nem nehéz egyáltalán. Csak nehéz, csak el kell szokni a nyelvezetet. Minden következtetéssel el lehet jutni Szokratészt. Nem, addig kell kérdezni, hogy miért is gondolod, hogy ennek mi a következménye, gondold végig, hogy ez mivel jár. Tehát, hogy nem az van, hogy mit tudom én, meg kell tanítani arra, hogy, vagy el kell fogadtatni vele, hogy most hülyeség, amit ő gondol, hanem arra kell rászoktatni, hogy gondolkodjon. Igen, csak... Most az a baj, hogy Szokratésznél bármilyen pontból bárhova el tudsz jutni. Szóval na, tessék, akkor próbáld ki az ismerőségben. De nem, hát nem. De akkor bármilyen ilyeséggel lehet. Szokratésszel bárhova el lehet jutni, akkor próbáld ki. Akkor te az ismerőségeddel bárhova eljutsz. Ha nem jutsz el, nem akkor nem igaz az az állításod, hogy Szokratésszel bárhova el lehet jutni. Visszakérdeztetek, hogy de miért javaslod ezt, hogy kérdezzünk? Mert ugye most nagyon sokféle, az eddigi kérdések, javaslatok, azok leginkább arról szóltak, ha jól foglalom össze, hogy mit mondjunk neki, hogyan győzzük meg, miért gondolja azt, amit nem én gondolom. Tehát, hogy így belőlem kifelé. És te most azt javaslod, hogy ezzel a mai etikus módszerrel hívjuk elő azt, ami valaki másban benne van, és esetleg még azt is kicsit háttérbe szorítva, hogy mi az én nagyon erős meggyőződésem és a véleményem róla. Miért javaslod ezt? Ezt azért javaslom, mert ezzel, ugye most pont ezt csinálod velem, tehát ugye kérdezem, hogy mindig van egy valaki, aki nem bocsánat mondja. De nem, tehát hogy tényleg azt lehet vele érteni, tehát ugye a visszatámadás az ebben a formában nem igazán szokott működni, legalábbis ahogyan az előbb reagáltatok a felvetésre, hogy mit kellene csinálni, hogy hát nem lehet, mint sokan itt most azt mondtátok. Én úgy gondolom, hogy azzal valamennyire el lehet bizonytalanítani a másikat a bizonyosságaiban, de ugye ezt úgy csinálod, és most megint csak a pszichológia jön elő, hogy ugye, ha valakit letámadsz, akkor védekezni fog, és leblokkol. Azzal, hogy te elkezdesz, bocsánat, iránta úgymond érdeklődni, és ugye nem lehet csak hazudni az érdeklődést, hanem valamilyen szinten azért ténylegesen érdeklődni kell, tehát valamilyen szinten őszinte kell, hogy legyen ez az érdeklődés, akkor ugye te támogatod őt abban, hogy megnyíljon irántad, és az az egyetlen lehetőséged, hogyha be akarsz jutni hozzá, és valamilyen párbeszédet akarsz vele kialakítani, amiből esetleg az is kisülhet még, hogy valamilyen információt áthoz. Én nem azt mondom, hogy ez működni fog feltétlenül. Talán ki lehet próbálni olyan, mondjuk ismerősökkel, családtagokkal, vagy nem tudom, kicsodákkal, akikkel úgy a normál vita, ha úgy akarod, nem vált be eddig. Családtagokkal mindenképpen kell, mert hogy a családtagjainkkal együtt élünk. Ha legfeljebb az utása, néha találkozom három hónapot, akkor nem... Kapitán megyek be, de családtad, mert ez muszáj, szerintem. Csak egy tisztázót hadd dobjak visszafeléd, és kicsit gonosz leszek, úgy érzem. Nyugodtan. Hogy három dolgot jegyeztem meg, ugye én azt kérdeztem, hogy miért ezt javaslod. Tökre tiszteletbe tartva, hogy te ezt javaslod. Tehát, hogy te szerintem... Mondjatok jobban. Azt mondtad, hogy elbizonytalanítani őt. Egy picit. Azt, hogy azért valamennyi úgymond érdeklődni kell, amikor kérdezed. Tehát, hogy valamennyire azért... Érdeklődik, és mondtam még egy ilyen szót, amit fennakadtam idézőjelben, barátságosan akadtam fel, és nem jut eszembe. Mindenesetre a párbeszéd, és hogy párbeszédet kell. Igen. És hogy nekem ez a három szó maradt meg leginkább abból, amit mondtál, és én akkor megint egy utoljára egyszer visszadobom, hogy
te, amikor ezt csinálod, akkor te ezt miért csinálod? Hogy elbizonytalanítsd, hogy úgymond azért, mintha érdeklődnél, úgy csináld, vagy pedig, vagy is, ha ezek összeegyeztethetők szerinted, párbeszédet próbálsz kezdeményezni, mert hogy így tényleg tudni akarod, hogy mi az ördög van azzal a másik emberrel, aki teljesen más vagy a viszonyulókhoz, mint te. Jó, hát én azért egy kicsit ilyen autista vagyok, és egy kicsit nem egészen normális, és én egy kicsit tudományosan érdeklődöm ilyenkor a dolgok iránt, tehát aha, én azért bizonyos szempontból így nézem, hogy akkor ez most így, hogy jut el ahhoz, hogy egy olyan dolgokat állítson, amelyeknek a valóság alapja, amennyire meg tudom ítélni, azért mérsékelten van csak. Tehát ugye azért ezekkel a dezinformációs dolgokkal, meg a propaganda, meg az álhírek, meg a bullshit, azokban ugye az a közös pont, hogy nem fedik a valóságot ezek a bántalmazásos típusú műveletek, tehát ahol konkrétan egy szemét gyakorlatilag pszichológiailag masszívan bullyingolnak, bántalmaznak. Ez is ugye olyan dolgokkal történik, vagy olyan állításokkal, amelyeknek nincsen valóság alapja. És amikor ilyennel találkozom, tehát nyilvánvalóan vannak olyan dolgok, amik nem annyira értünk egyet, meg vannak olyan dolgok, ami, mit tudom én, ízlés kérdése, hogy akkor most nem tudom milyen kaját, vagy milyen zenét szeretsz, vagy akármi. De amikor olyasmiről van szó, ahol valaki olyasmit állít, ami tényleg minden valóság alapot nélkül, ez teljesen evidensen, tehát hogy oda lehet menni, meg lehet mérni, nem tudom, látod, meg értem a itt van az, hogy de ez miért? Ez hogy jutott el odáig, hogy ezt képzelje, értem. Azt képzelje erről, hogy ez egy asztal és nem egy szék. Értem, köszi. A te kezedet láttam. Köszönöm. Hogy... nem tudom, van a kezdem. Hát azt gondolom, hogy ez nagyon rettentő összetett, hogy meg engem is feszélyt, meg azt mondod, hogy ezt nagyjából mindenkit érdekelhet, hogy én baromi szívesen látnék erre egy műhelyt összeülögetni, hogy... Na, már csak azért is, mert azt mondod, hogy oké, akkor elfoglaltam média egymást, de hogy azt látom, hogy rettentően nem hatékony, mert szerintem akiket megcéloz, vagy akik be tudják fogadni azt, az szerintem nagyon szűk réteg, és amint egy 90%-ot magára hagyna, nem befogadható, nem az írott szövegre nyitott, a hozzáférés az mondjuk még megvan, de hogy szerintem több rétege van azoknak, akikhez a hírek, vagy az információknak érdemes volna eljutnia, és ezeknek más a befogadó képességük, vagy fogyasztási szokásuk, ilyesmi. Szerintem olyan sokrétű ez, hogy én boldog lennék egy ilyentől. Azt szeretném kérni, hogy még kettő, és nem túl hosszú, de aztán utána elkerekítjük jó ketten az Áronnal. És lehetőleg, ha valaki, aki még nem szólalt meg esetleg, bocsánat, aki még szeretne, aki még eddig nem mondott, és szeretne. Nem muszáj, csak ha szeretne. Oké, akkor téged láttalak, meg téged, hogyha szabad. Csak két rövid gondolat, az üzleti dologhoz emlékeztetnék mindenkit. Ha én jól emlékszem, a postabank botrány, amikor az emberek hirtelen megrohanták a postabankot, az egy ilyen pillangó effektus volt, hogy valami biztosítós ügyintéző valakinek valamit mondott, és aztán próbálták visszaszedni a szálakat, de gyakorlatilag azzal bedőlt egy egész bank, mert még ilyen piciből is lehet, azt még így fake news-nak, és ennek nem lehet nevezni, csak úgy emlékszem. A másik az, hogy üzleti dologról sem feledkezzünk el, mert most beszéltünk az olajtársaságok, hogy ilyen manipulálnak kutatásokat, meg dohánycéget, meg egyéb ilyen, tehát ez is egy... De amikor ez már mondjuk, és ebben is lehet A meg B vélemény, de mondjuk amikor az látszik plakáton, hogy 99% nem az ukrán génmódosított gabonára, és hogy a génmódosított az egy szitokszó lett, az, hogy most jó a génmódosítás, még kézzel kezdünk, hogy ezzel megnyitatkozzunk, csak amikor már ilyen tudományos szavak, és nem alapos földhívésről van szó, vagy egy COVID-oltásban már gyakorlatilag itt ilyen dolgok vannak, akkor ez már, és itt kell egy tudományos fact-check is. És még egy dolog, hogy amikor, hogy nagyon nehéz az ilyen
propaganda hírekkel vitatkozni. Tehát amikor mondjuk így családon belül azon vitatkozunk, hogy Ukrajna soha nem volt soha ukrán állam, ahhoz valaki ezt hallja, olvassa, ahhoz én csak úgy tudok hozzászólni, hogy rengeteg munkát beleteszek, és ez még csak egy picike abból, hogy én gyakorlatilag meg kell tanulnom az egész ukrán állam történetét, és nem biztos, hogy elég egy Wikipedia cikk. Tehát azért ez egy ilyen borzasztó nehéz dolog, és akkor ez egész nagy puzzle-ben még csak az ukrán államnak a létéről tudok. Tehát egyszer ukrán a szakértő, egyszer utána a génszakértő, meg mit tudom én még, ez meg úgy nem megy. Tehát azért hitelesként nem fogok tudni én sem, vagy senki nem fog tudni mindenben. Szóval ez nem egy könnyű dolog. Hogyan tartjuk fel közösen társadalmi szinten a valóság kritériumunkat? Uh-huh. Tehát, hogy ne egyéni szinten kelljen. Az úr volt, ne haragudj, csak az idő miatt, és remélem, hogy nem az utolsó alkalom, hogy így együtt teszünk. Na, jöjjünk máskor is. A propagandával kapcsolatosan az a rész nekem hiányzott, hogy ugye a propagandának van egy icipici valóságmagja, rövid üzenetekkel operál, és unásig ismételgeti. Ugye ezt sokan a Goebbelshez társították, de hát igazából a Freudnak a unokaöccse, vagy a sógora volt az az Edward Bernays, aki 1928-ban kiadta ezt a Propaganda című könyvet, és akkor ebben volt ennek a technikája így leírva. A kérdés az ehhez csatlakozik, hogy tudja az ember, hogy így működik, de mégis mit lehet ellene tenni, de még egy videót hadd javasoljak, ami minden egyes hozzászóláshoz is nagyon jól köthető. Ez egy pár napos, vagy maximum két hetes, van egy Jimmy Kimmel nevezetű amerikai stand-upos, aki kiment az utcára, és a Trump szavazókat keresett, és föltett neki kérdéseket, hogy hát itt vannak ezek az idézetek, amiket a Joe Biden mondott, hogy a napfény gyógyítja a Covidot, meg hogy a lábfájása miatt elkerült a besorozást, és akkor ezek az emberek azt mondták, hogy hát ez egy demens idióta, meg minden, és akkor úgy, mint ahogy a Parabola című műsorban valaki még emlékszik, az Árkus József azt mondta, jaj, elcseréltük a feliratot, bocsánat, ezt a Trump mondta, fölteszem újra a kérdést, és ugyanazok az emberek egy perccel később azt mondták, hát igazából nem tudhatjuk, hogy a napfény tényleg gyógyítja, meg azt, hogy hát az én unokaöcsémnek is fájt a lába, ő sem ment, és hát a seregnek azért egészséges emberekből kell állni, és egy percen belül a tök ellenkezőjét elmondták annak, mint amire az előre adott. Kognitív diszonanciát hogyan lehet feloldani? Hogy mi ennek az eredője, tehát hogy azért ez, te is mondtad, hogy ennél a műsorvezetőnél nem lehet tudni, hogy megírt szövegeket adtak el, utcai járunk el önöknek, vagy nem. Szóval lehet, hogy te meg annak öltél. Hogy ez egész küldtelt volt. Csináltak ilyeneket fundamentalista keresztény hívőkkel az utcán, hogy felolvastak neki az Ószövetségből, hogy akkor segíts nekem megölni a fiamot, mert azt mondja, hogy, és te Biblia hívő vagy, nem. Tehát, hogy igen. Mivel annyira megmozgat mindenkit ez a téma, és ennek nagyon örülök, akkor neked még láttam a kezedet, akkor kérlek, ne, a hölgy mögötted, akkor mondd el te is, mert most már mindenki meg nem szólal, akkor az utolsó hozzászólás. Nekem csak egy pici szaszonet lenne, ugye a kettőjük ötvözése, a két válaszotok ötvözése, a kérdés, meg az, hogy függ össze a génmódosított 90%-os plakát a kettő együtt, ez egy nagyon, és hogy nagyon meg vagyunk ettől ijedve, hogy kezeljük. És nem kell ennyire megijedni. És a kérdés ezzel a konkrét példával úgy hangzik, hogy valaki panaszkodott, hogy zavar a buszmegállóban az a baromi nagy hirdetés, hogy 90%-os ukrán módosított nem tudom micsoda. És panaszkodnak az emberek, hogy zavar. És bejön a dezinformáció, és elkezdi félrevinni a kommunikációt. És akkor megkérdezik tőle a végén, hogy tényleg, és ki fizette ezt a plakátot? És ennyi, egy kérdés. És nagyon meg vagyunk ijedve attól, hogy mennyire nehéz ezt leszerelni, és közben még meg kell találni azt, hogy honnan jön a pénz, vagy meg kell találni azt az egy mondatot, amivel ezt meg lehet állítani. És itt ez egy példa rá, hogy a módosítottat, hogyan lehet plakátot, hogyan lehet visszafordítani.
arra, hogy ez az ember valójában gondolkozzon rajta, vagy a többiek, akik olvassák, hogy gondolkozzanak el rajta. Ezzel az egy kérdéssel. A kérdezőt is, bocsánat, a kérdezőt is rá lehet venni, illetve azt is rá lehet venni, hogy gondolkozzanak el arra, hogy ki adta rá a pénzt. Igen, a téged megerősítendő egyszer ez a túlzó mornisztikus, ismeritek így, egyszer valaki, nem is tudom milyen összefüggésben, így lazán megjegyeztem, hogy de mennyire ronda ez a szobor, és hogy mennyire nemzetgyalázó egy ronda szobrot oda tenni egy köztérre. És így teljesen megzavarodtak, tehát hogy így, nem, mit tudom, tehát hogy meg lehet, ki lehet mozdítani az embereket az álláspontokból, bocsánat, azzal, hogy az ember kérdez. Jó, én úgy érzem, hogy icipicit elvérzek itt moderáltatóan, és igazából mindannyiunk idejével gazdálkodunk, úgyhogy én most nagyon nagy szeretettel lezárnám a mai esténket, de kérlek, maradjatok itt, és fogyasszatok, ez mégiscsak egy vendéglátóhely, egyre jobb beszélgetések, még akár egyre jobb álmélek is születnek egy-egy sör mellett, vagy nem tudom. Én azt szeretném nagyon-nagyon megköszönni mindenkinek, hogy így teljesen ti szolgáltattátok a bemenet, nem akarok inputot, hogy mondjuk szépen. Én csak inputként is nem. Most már nekem is erre leáll a sok fake news után, aztán. Szóval, hogy ti szolgáltattátok tényleg az alapanyagot, meghatároztatok nekünk most azt az irányt, hogy a pszichológiájával ennek a dolognak nagyon-nagyon foglalkozunk, hogy ezt műhely formájában foglalkozunk ezzel, mert mindenkiből annyi dolog kikívánkozik, hogy mindenki ventilálni szeretne erről. Én ennek nagyon örülök, mert ez az, amiből főzni tudunk. És hogy a népfőiskolát ti alakítjátok műhelyé, hát ez az gyönyörűség számomra eleve. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy akkor veletek is, és még többekkel is tudunk majd találkozni. Én újabban azt szoktam mondani mindig a népfőiskola végén, hogy arra kérek mindenkit, vagy más néven feladatot szeretnék adni nektek, hogy legalább három másik emberrel beszéljetek arról, ami ma itt történt, amit ma így hallottatok. Ha kritikátok van ezzel kapcsolatban, akkor is, most nem állok neki így hőmérőzni, hogy kinek volt nagyon új az információ, nagyon érdekes, nagyon nem érdekes, majd azt a műhelyen legközelebb behozzuk, és szóval mindezekért nagyon nagy köszönet nektek. Röviden elmondom, hogy hol találkozhatunk legközelebb. Március 26-án kedden egy online műhely lesz, amit elsősorban civil szervezeteknek ajánlunk egyébként, mert az online marketing eszközeit tanítjuk majd. Bedő Vica lesz az oktatónk, aki elsősorban civil szervezeteknek, de hogyha ti egyébként valamilyen társadalmi kezdeményezésben vesztek részt, akkor nem muszáj szervezetnek lenni, akkor is nyugodtan gyertek hozzátok az ügyeteket, és akkor megpróbálunk abban segíteni, hogy azt az adott célt, amit éppen el szeretnétek érni a kezdeményezésre, az online marketing eszközeivel hogyan tudjuk a legjobban megtámogatni. Kicsit ilyen mellékvágány, de fogunk tudni találkozni a Moszkva téren, csak azért is. A Moszkva téren, március 15-én reggel 10 és 12 óra között, ahol jubilál a népfőiskola, ugyanis március 15-én 2020-ban zártunk egy 2,5 hónapig tartó Covid ideje alatt zajló melegételosztást hajléktalan embereknek, mert bezártak a népkonyhát, mert senki se tudta, hogy most akkor legális vagy illegális, vagy milyen szabály, mi meg azt mondtuk, hogy hát jól van, akkor illegálisan fogunk ételt osztani a legsérülékenyebb társadalmi csoport részére. Úgyhogy ott fogunk beszélgetni kicsit a szegénységről, mert teázunk, sütizünk, oda is várunk titeket, és áprilisban is lesz majd még népfőiskola, úgyhogy nagyon szépen köszönjük szépen Áron! Thank you.